Szia, Patrik! Halló! Szeretnénk neked kellemes utazást kívánni, és vigyázzatok magatokra, majd beszélünk telefonon. Sok tanul... Jó utazást, Patrik! Halló? 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 Na, srácok, ez egy szomorú pillanatnak a kezdete, és lesz vége is, de most a kezdete, mert egy szomorú pillanat jön, amikor én nem fogok szerepelni a videókban. 2 hétig elvileg. Gyakorlatilag is. Gyakorlatilag is, és majd 2 hét múlva lesz a vége. Hát ez egy szomorú szakasznak a kezdete is, lesz vége is. Patriknak ugyanazt mondod el 5-ször. Na jó, hagyjad, majd én elmondom. Mondd el így vicces a fejed. One hour later. Na hát szép jó napot kívánok mindenkinek, sokkolom. Hát én nagyon izgatott vagyok, és végre elérkezett ez is. Nagyon vártam, és hát mint hallottátok az előző videóban is, rohadtul túlvállaltam magam. Tehát nagyon szép nyár volt, de sok volt így egyszerre. Na mindegy, úgyhogy alig vártam már ezt a pillanatot, mert mikor ez a pillanat jön, akkor azt jelenti, hogy vége a rengeteg melónak. Úgyhogy most mit csinálunk? Most boldogok vagy, most örülünk. Itt egy táska. Igen, hát elég kicsi, nem, annyira sok cucc nem kell. Itt van még egy táska, géppel együtt, kamerával. És bizony, megyünk nyaralni. Sajnos nem jön velem se Domi, se anya, de ami késik, nem múlik. Majd velük megyünk máskor, meg ilyenek. Most Tomival fogok menni. Tomival kettesbe megyünk. Nem, ez nem nászút, nem semmi. Tehát, hogy csak nyaralni megyünk ketten. És szerintem nagyon jó lesz. Én nagyon várom, nagyon vártam. Annyit megígérhetek nektek, hogy viszek 2 aksit is, meg mindent, meg GoPro-t, meg mindent, és nagyon sok mindent fogok venni. Nem tudom, hogy mennyi videó lesz belőle, rengeteg, de legalább elutazhattok velem. Na és hát igen, jön a nagy kérdés, hogy mégis hova megyünk, miért nem mondom? Hát ez meglepetés. Meglepetés lesz, de nagyon messzire megyünk, az biztos, és velem jöhettek, és ti is bejárhatjátok azt a részt. Nagyon sokat fogunk ütözni. Nagyon sokat fogunk utazni, és el fogtok felejteni beszélni magyarul, mint én. Sanyikát nem viszed magaddal? Sanyika, most főnök megy csak, most a főnök megy. Sanyika most suliba ment. Sanyika suliba ment, és nagyon sokan ti is suliba mentek, és tényleg jó sulit kívánok mindenkinek, stb. De több függetlenül most hadd ne szenvedjek már itthon, ha így alakult, hadd menjek már nyaralni, ne irigykedjetek meg semmi. Úgyhogy majd ott kiderül, hogy mi hova is megyünk pontosan. De annyit mondhatok, hogy 5 óra. Aztán átszállunk, aztán még 8 óra. Szóval messze megyünk, nagyon-nagyon messze. Életem első hosszabb utazás, és nagyon várom. Csanyika, meg iskolába! Szegény! Maragán rászóltál, mert türelmetlen voltál, úgyhogy üzenjél neki. Üzenjek neki, mert igen. Ne haragudj, hogy így beszéltem veled, és... Csanyika! Come on, fight! A másik kérdés, azt még meg kell válaszolni tényleg, hogy kérdeztétek, miért nincs videó, stb. Tehát nincs semmi baj, nem fejeztük be meg semmi, ne aggódjatok. Csak szimplán annyi melónk volt, és ugye én vágom a videókat, hogy egyszerűen nem volt energia megvágni a videókat. Ettől függetlenül lesz minden. A gépről is lesz videó, mert ott van háttérben ez az erőmű, még mindig nem csináltuk meg a setupot róla, a videót, meg miért nincsenek még gameplayek, live-ok, stb. Tehát Domi nem szeretne egyedül, Özsen, vagy Sanyika, vagy nem tudom már, hogy ismeritek, mert annyi neve van, minden országban más mehetne ilyen kémnek. Tehát, hogy ő nem akar egyedül live-ozni, ami valamilyen szinten érthető, velem akar, nekem nem volt időm, energiám rá, úgyhogy hazajövök, picit összeáll a kép, minden, és akkor jó lesz. De most ez még senkit nem érdekel, csak annyian kérdeztétek, hogy muszáj volt ezt megválaszoljam. Na, jó, elég volt a dumából, várjuk Tomit, és indulunk. Srácok, nem is mondtam, most jut eszembe. Tehát, hogy én nem csak most oda megyek, hanem oda megyünk tovább a másik világ közepébe, szóval most nagyon hosszú útunk lesz. Ez a 2 hét, ez most durva lesz, és sikerült 208 kilóba összepakolnom magamnak a cuccokat. És igen, raktam mindent ettől függetlenül, tehát nem egy alsógatyát meg egy zoknit raktam, de fogadni merek, most akár pénzbe is, hogy lemegyek, és Tomi azt fogja kérdezni, hogy nem pakoltam magamnak csak egy zoknit meg egy gatyát? Hogy így majd mondja, hogy hát több mint 2 hétre megyünk, ez így kevés lesz. Szóval mindjárt várjuk, hogy hívjon, azt mondta, hogy már indul, de nem írtam neki vissza. Mindjárt még majd szórakozunk vele kicsit, mert úgyis eszi az ideg, ő kicsit jobban stresszelős úgy látszik az úttól, vagyis az utazástól, mint én. És várom, hogy hívjon, megvicceljük picit. Csak hogy jobban kezdődjön ez az egész kalandunk.
kicsit átverve érzem magam, mert 18 perce írta azt, hogy 5 perc is indul, amire én nem válaszoltam, de ha 18 perc azt írta, hogy 5 perc is indul, akkor 13 perc elindult, és nincs köztünk 13 percnyi távolság, tehát valószínű, hogy késik. És meg is jött. Látjátok? Csak beszélni kellett róla. Ott jön. Ott jön. Ott, ott, ott. Most hív. Na, oké. Okay. Na, cső. Na, cső, itt vagyok már. Hol? Hát, azért lehet, csak ti voltál kapcsolva. Előttünk? Ja. Ó, meg elaludtam, most keltem 10 perce. Várjál, gyors haladok akkor. Gyorsan haladok, jó? Jó. Cső. Menjünk, legyünk lefelé. Szia, Tomi! Anyuka, nem kell fel, csak úgy... Hagyja, hogy anyukáját, vagy mi az? Ez nem hiszem. Na? Nem voltál ideges. Köszönöm a reggeli mókát. Nincs. Kedvesek vagytok. Most már indulhatunk. Cucommal kapcsolatban nincs véleményed? Ennyit hozol? Nézd meg az én bőröndömet, Patrik. Mondd, mekkora bőröndöd van? Lemertük volna fogadni. De amúgy ez biztos, hogy megvan a 20 kiló. 8. És hol a ruhád? Hol a ruhád? Nem vagyok női, meg de figyelj! Hát de... Figyelj, a nyakamat tettem volna rá, úgyhogy ez egyértelmű. Nézd itt! Jó, de látjátok, tehát Tomi ennyivel magasabb nálam. Nem, ez pedig kevesebb ruhám van, mint neked, de... Először én is ilyenbe akartam hozni, de nem tudtam belerakni. Hát ebben belefér. Az, egy inget viszek. Ez jó. Figyelj, nyugodj meg, egy igazi pasi olyan nagyutazik. Tehát én nem vagyok igazi pasi. Kösz anyám, köszi. Na hát akkor vigyázz magadra, találkozunk 2 hét múlva. Ja, jó, jaj, hoppá. A karácsonyfa égőszett. Jó, de ez nincs nagyon megpakolva. Hát de nem, hát... miatt kellett így, mert én is gyűlöttem. De nem, de úgy rakta be, hogyha még veszünk valamit, akkor nála elfér. Nincs már, aki kíváncsi. Nem, ezt nem nyitom, ezt majd ott kinyitjuk. Hallod? Ezt tudod, hogy mert úgy, hogy ültem rajta. Vágod? Van itt egy 2 pár papucs, egy cipő, egy elegáns cipő. Igen. Ebben van egy cipő, meg ebben egy papucson, meg a ruhák. Van benne vagy 12 alsógatya, 8 zokni, 5-6 póló, 2 újatlan, 3 nadrág, 1 kabát. Hogy? Ebbe. Hát úgy, hogy sokat legúztam kicsinek. Majd együtt kinyitjuk, és látjátok ti is, hogy meg lehetett oldani, csak hát nehéz volt. Azt a Mr. Bean részt, amiben... Igen, és ilyen fél zokni volt benne, meg... Én hosszú gatyában is levágta a szállat, és a nem emléksz, nem, mert nem szereted, én imádtam, és... Volt egy rövid nadrágja. A hosszúnak a felét. Na jó, amúgy én is ilyen akartam menni tényleg elsőnek, de egyszerűen képtelen. De jó ez így, mert ha veszek valamit, legalább nála elfér. Nagyon jól magadokat. Puszi. Szia. Vigyázz magadat. Nagyon sok élmény. Meg lesz. Szendvicses dobozait, meg a... Szendvicsi. A kis... Kéne dolgok amúgy is, nem lehet. Hát azért ma. Mondd el, vagy 4-szer, hogy fel fogja. Igen, igen, tehát Dominik nem lesz benne még mindig, mondom, de már elmondtam benne. Kicsi Ösenke suliba van, meg rajta kívül több millió gyerek. De mi nem. Várjuk a bejelentkezést. Oké. Okay. Jó lesz. Na, mehetünk. Hát, ez viszont elég pici. Milyen military táska, ez tök durva. Ez nagyon Tomis. Pont úgy néz ki, mint Tomi. Jó az. Hoztam mindent? És komolyan kérdezem. Hoztam mindent. Fogkefe meg ilyenek. Fogkefe meg ilyenek. Mennyi embernek volt, Niki, akik látták, hogy lebomlott a hajtóműről a izé. Jó a téma amúgy, de kicsit hangolódunk a repülési útra. Mellette sír a gyerek, kinte meg lebomlik a hajtóműről a burkolat. ez nagyon jó igazából, itt 3 óra múlva repülünk. Volt ilyen. Jó, hát most is lángra kapott legutóbb. De az Ryanair volt? Nem Ryanair volt. Vizer? Tehát nem elég, hogy kettesbe vagy ketten megyünk nyaralni. És feltétlenül most el kellett mondjam, hogy ketten megyünk. Mi ketten megyünk egy helyre. Ketten megyünk egy helyre, nem kettesbe. Tehát, hogy nem meleg pár vagyunk, nem Nász útra megyünk, meg nem házasodni. Viszont lehet összemelegedni. Köszi, jó, oké. Nem.
Nem lesz ilyenre példa. Nyugodtan. Így már jó, így megnyugodtál? Igen, teljesen jó. Hát, mert már az első videótól kezdve azt mondja, hogy én egy meleg nyaralás. És milyen hogy állnak fog? Akkor, ha tangádat meglátják. Akkor miért van a pólódra felír, hogy mi? Hát akkor mindegy. Kár érte. Sziasztok, én akkor megvárlak titeket, amíg kiszálltok. Jó, egy gyerek zár. Köszi. Ja, hát igen, gyerek vagyok. Köszi. Jó. Na nézzétek, milyen jó kis autóval vagyunk. Jó, koszos, azt ne nézzétek. De szép autó. Miki, videón tök jól nézel ki. De amúgy nem. Nem kapsz meg közel távol. Mellesleg igen, nagyon sok mindent, szinte mindent fel fogok venni. Jó, hát kivétel azt nem, hogy WC-n vagyunk, de amúgy mindent. Kérlek, Patrik! Felépült a hotel, de durva. Ezt megépítették, mikor utoljára voltam középen. Ti építettétek? Igen, mi, Tomi. Mi? Mi építettük, amikor itt voltam legutoljára. Még építették, mondom. Ja, miért fenn megyünk, Miki? Mert az indulásról akartok indulni, feltételezzen. Csak ne feltételezzen sem. Ha érkezésről, akkor megyünk egy szinten lejjebb. Én meg fentről indul lent, hogy érkezik. Igen, Tomi. Nem repültél még soha? Nem, ezt ilyenkor nem figyeltem. Te túl figyelmetlen vagy. Eddig Mázlia mindig jóba érkezett. Flixbus, öcsé, kár, hogy nincs itt. Felvettem neki. Tényleg? Igen. Özsönke ott a Flixbus. Neki is valamit készítettünk a videóba. Kimondottan jelenetet neki. Feszült vagy, úgy néz ki. Picsit félek. Gyere, menjünk! Ezt még elszívnám, Patrik. Ja, jó, szívjad. Nekem ilyen cuki kis táskám van. Neki meg nem. Ne használd már cuki szót. Rohadt homokos táskádon, nem tudod jól. Miért homokos táska, mert fehér? Éppen csillag nincs rajta, csak gyémánt. Egy kicsi glittert, hogy valamit szórjál rá. Irigyelek, mert könnyebb. Hát jóval könnyebb. Gyere, mehetünk. Szívd el. Sziasztok! Miki, köszi! Kösz, sikerült. 2 perc alatt át is tudtam jutni a kapun. Hello, téged ismerlek. Hello. Tiszta birka terelő az egész. Nagyon kemény. Nem mer ide nézni. Vágjátok, az ember lesétálja, mennyit ülni fog komolyan itt. Itt körülbelül 2 kilométert sétálunk. Ezt a jó embert már el is kapták, 2 perc, indultunk neki. 2 perc és már megállították valami otthon nagy hülyeséggel.
Már nem is érünk rá annyira, eltelt egy csomó idő. Nem megyünk? Na, hát sikeresen fél óra alatt sikerült valami szarra rábeszélni Tomit, úgyhogy nem tudom, hogy milyen van, de most már van neki olyan. És valami kedvezményes lesz neki, biztos rohadtul megéri, tökre jó, alig vártam, hogy jöjjünk már. Szétnézünk, mert még van 40 perc, hogy bejelentsék, hogy melyik kapunál menjünk be tovább, valami ilyesmi. B7. De hogy mikor lehet beszállni, akkor bocs, akkor azt jelentik be. Tök mindegy, na, ott a terasz. Ott, nem? Tomi cigizni akar, és itt van a The Terrace. Tehát vágjátok, az a lényeg a reptéren, hogy mindent ki kell pakolni a zsebből, minden. És volt nálam egy hajzselé, ami 150 millis, és 100 milliig lehet felvinni valamit. Természetesen kidobatták egy zsírű hajzselét, nagyon jó, kidobott pénz. Két gyújtót hozott, és kipakolta. Tehát kipakolta a zsebéből minden, úgy ment át a röntgenen, tehát az ellenőrző. Felrobbant a szeggéket. Igen, de a gyújtóval nem. Tehát... Nem értem a logikát, de nem érdekel, megyünk másik hajzselét keresni nekem. Venni kell. Pedig az olyan jó volt, azt úgy szerettem. Na mindegy. Majd a gyújtóval megigazítom a hajam. Az úgyis megvan még. A lényeg, hogy a hajzselé gyilkol. Az öngyújtó nem. Azzal semmi baj nincs. Na menjünk. Most már talán megvan, hogy hol szálljunk fel, vagy mi van. Ott lent megyünk tovább arra fele, ott. Na és hát most jön a kérdés, hogy igazából hova is megyünk, mert még mindig nem hangzott el, tehát most az első úti cél az Dubaj. Dubajba megyünk, Dubajba átszállunk, Dubajba fogunk 4 órát tölteni, és aztán megyünk tovább majd, hogy hova, az majd kiderül. De most legalább elárultam, hogy hova megyünk, első úti célnak. Tomi már telefonál. El kell újságolja, hogy hatalmas üzletet kötött. Fél órán keresztül zsibbasztották. Na, szóval most várunk a beszállásra, és irány Dubaj! Na hát mellesleg ez lesz nekem az első nemzetközi repülésem, Tominak, nem tudom, hanyadik fogalmam sincs, de tök aranyos volt, elkezdtem mondani, hogy hányszor hoznak ennivalót majd, meg hogy miből lehet választani, szóval ő már nagyon jártas. Nagyon jó lesz, mert nagyon várom. Mellesleg kb. 15 perc a hajkórásznak valami Patrick Williams-et, aki Dubajba repül ugyanúgy, mint mi, és mikor legelőször elkezdtem mondani, hogy Patrick Williams, aztán mondta ki a Williams-et, aki Dubajba utazik, és így pillanatra összenéztünk és gondolkoztunk aztán, hogy mi van? Ja, csak nem engem. És aztán jöttünk rá, hogy nem, tényleg nem engem. Ja. Még lehet, hogy téged is fognak kérni. Ja, lehet mindjárt elkezdik átváltani a Williams-et siposra, és akkor inkább oda menjek. Ha nincs a Williams, akkor jó a sipos is. Menjünk? Uh-huh. Na menjünk. Ígyünk egy fröccsöt. Meg egy sört. Yeah. Meg mindent, ami létezik. Vetetek már 800-ért chipset? Jó még Tomi se, de most már igen. Na jó, hát. Amúgy találgattunk, hogy vajon a gépen lesznek páran, vagy valami, vagy tele lesz, vagy nem. Hát szerintem nézzétek, szerintem tele lesz. Mi a véleményetek róla? És ott van a sor eleje, ott bizony, ott, még ott mennek. Szia! Szia! Egy útlevelet kérek szépen. Ja, adom. Köszi, szia! Ja, tényleg kellett, azt nekiálltam szedegetni az útlevelet. Na mindegy, most már mehetünk, most már megvan minden. És várni se kell. Ha, ott a repcsink. Ott van. Fő a pozitív hozzáállás. 24D, ő meg 24E. Tök jó. El fogunk férni egymás mellett? Ő másfél helyet foglal. Az én helyemből fogja elvenni. De miért úgy mész, mintha menekülnél? Na, majd egyszer ott megyünk tovább. De most még itt. Ennek is örülünk, hogy utazunk. Tök jó. Domi imádja ugye a repülőket, és rengeteg videót nézetett velem, és az Emirates, amikor felszállsz, köszöntenek meg minden ilyen kalapba, meg sapkába, meg mindent. Nem, amúgy nem. Itt van élőben. Nagyon durva. Menj már innen, bácsi. Hello! 24.
Hát nem a üzén vagyunk, Patrik. Hát nem ezen vagyunk még. Ez a biznisz. Anyás, ez tök jó. Nézzétek. Itt van itt, amikor a harmadosztra jutottak a pénzébe. Amikor a bombinc hátra már a legszarabb. Csak ötször annyiba kerül. Igen, az arra. Az máshol van, ja, az van legelől. Mert ott nincs a legjobban zaj a repülőgépnek. Te azt tudtad? Én tudom, Domi megtanította. Köszi, Özsán. Köszi. Ha nem, az van le a legkésőbb. Nagyon pozitív gyerek. Ők egy másodpercet tovább élnek. Na, közben az első aksi leismerült is. Vágott, nem férünk. Vágjátok, én nem vagyok nagy darab, de ő rohadt nagy darab is. És nem férünk. Amit kaptunk, az kérlek szépen egy... mi ez? Egy takaró. Kaptunk párnát, meg kaptunk Emirates főhallgatót. Tiszta király. Csak itt nem fogunk elférni, ember. Akkor a kezed, mint a lábam. Úgy jön, mint a Skyline-ba. Nagyon jó lesz. Most várunk, szállunk fel. És tök jó lesz. Én élvezem, ő is. Már ki van a... Ki van az egész szám már, én tökre jelvezem. De jó, megkaptuk a menüt, nézzük. Aha, tök jó. Aha. Na, mindegy, akkor hagyjuk, inkább nem vagyok éhes, köszönöm. Jó, amúgy nem lövöm le a poént. Itt van a másik oldalt, minden érthetően. Itt meg ugyanúgy egy citrom, vagy itt is. Már fogja a fejét. Vágjátok, el se indultunk, és már fogja a fejét. Srácok, megkaptuk a kaját. Hosszús villácska. Nemcsi be van hűtve. Hát nem látszik sok minden, de az jól néz ki. Ahhoz képest volt chicken, meg nem chicken, de én chickent kértem. Meg Tomi is. Kapjuk meg chickent. Viszont azt várd meg. Jó, oké, egyet. Megösszettem, mert ezt a karomat nem tudom levárni. Mert az akkora gyerek nem bír megmozdulni, meg a fél helyemet elfoglalja. Nagyon durva. Jó étvágyat. Egyet. Nem, amúgy egy ilyen nyugodtan, csak valahogy úgy, hogy balra. Ez mi ez? Na, amúgy jól néz ki, ott jön az innivaló, és hát ennyi. Eszünk. Velociraptor. Hát minden tűnt, hogy van. Tette. Ez nagyon igen, ügyes volt. Két lehetősége van. Vagy leteszi szépen, vagy nem. De ügyesen letette. Na, el is ment a kép. Mindegy. Köszi. A kamerám szépen. Gyerekek! Ember! Na, megérkeztünk. Gyere! Menj akkor! Srácok, megcsapott a 38 fok, tehát éjjel van, azt hiszem 11 óra vagy éjjel körül, és 38 fok van Dubájban. Nagyon fara. De legalább ide értünk sikeresen, minden jó volt. Kétes. Nagyon meleg van. Nagyon kemény.
No hát akkor elvesztettük a fonalat, nem tudjuk hova kell menni. És tényleg? No hát... Fogalmunk nincs hol vagyunk. Itt van egy jegyünk és majd valahogy megyünk tovább, mert nem Dubaj volt a végúti cél, amit ti nem tudtok. Most csak 4 órát kell várjunk Dubajba és szállunk tovább és megyünk tovább. Szerintem Gyulán végállomástól végállomásig nem buszozol ennyit, mint itt, amennyit buszoztunk. Úgyhogy most még megyünk tovább, vagy 10 percet sétálva, hanem többet. Bocs, fotózzál. Ez az a hely, ahol elromlik a fogad szerintem körülbelül 2 óra alatt, mert annyit eszel édességekből. Nagyon szexi vagy. Figyelj, hogy a sétálsz, figyelj, indulj el. Igen. Több gyorsan sétálnál több ilyen. Tényleg így olyan, mintha tényleg. És ugyanúgy sétálok, és így. Ez jó. Na milyen? Melyiket? Mindjárt megkóstolom. Na, bejutunk a állni, mert majd megpusztul annyira éhes, aztán meg beszélgetünk picit, csak elmegyünk egy olyan helyre, ahol nem nézünk mindenki rád, mint az idiótára. Így. Ezt kóstolod meg? Mindjárt megkóstolom. Nekem is van itt. Na. 1-2300 az esély, hogy megnyered. Na, de az honnan lehet tudni, hogy igaz-e? Hát valaki csak bizonyítja, hogy azt mit csinálsz egy ilyen bentajgával? Eladod? Eladom, b***, 500 izé. Fú, de szép a belső. 500? Nézd már azt a bört. De hallod, a tiketnek 500 igen, a... Igen, 35 000 forint a tiket. Na, akkor nem 50-35, bocsi. 1300-adik ember nyer egyet. Na, 35 000 forint. Tudod, hogy nem nyered meg. Hát onnan, hogy... Ő még nem érti ezeknek a lényegét. Természetesen Tomit nem érdekli és fáradt, és inkább elment cigizni és ennyi. De én eljöttem egy kört sétálni itt, mert ez rohadt nagy. Szóval egy nagyon picit foglaljuk össze, hogy mi történt. Megérkeztünk. 5,5 órát repültünk Dubajig. Nagyjából én azt mondom, hogy teljesen jó körülmények között. Tomi nem férte el, de én nagyon élveztem, hát kit érdekel, ő mondta, hogy legközelebb bizniszbe fog csak utazni minimum, ha nem még jobba. Ő nem képes az ekonomin utazni, ettől főleg szerintem bőven jó az ekonomi. És most én szétnézek még várnunk kell körülbelül 2 órát, és megyünk is tovább, sajnos Dubajban nem maradunk, pedig tök jó lett volna, de hihetetlen meleg van, tehát éjszaka közepén 38 fok. Nagyon durva, itt a reptéren hihetetlen jó idő van, én nagyon jól érzem magam, nem tudom kit érdekel, de elmondtam, és minden nemzetközén, meg arabul is van írva. Elég hátborzongató amúgy, de meg kell hagyni, hogy nagyon-nagyon nagy tisztaság van ahhoz képest, tehát a WC, az szerintem egyik reptéren se ilyen tiszta, mint itt. Nagyon durva. Tehát mi le voltunk sokkolva tőle, szó szerint. Úgyhogy most megyek tovább, bejárjuk az egészet, és megkeressük Tomit, és megyünk... Majd elmondom hova. Még nem tudjátok meg. Na menjünk! Vágjátok, a szeme zenél. Haláli. Jó, hát Dubáj se azért éri meg, mert a legolcsóbb város a világon, de legalább kipipálhatjuk, hogy itt is voltunk. Tök jó. Ott mennek a katonák, és azon sírok, hogy egy per egy úgy néz ki, ott ment volna utánuk, azt Irakba kikötött volna a gyerek.
egyedül kellett volna tovább menjek. Most vagyunk körülbelül amúgy olyan 18 órája úton. Úgyhogy most már azért picit álmosodik az ember, és most kávét szeretne venni. Keressük Tomit. Hol van Tomi? Tomi jön haza Irakból. Ember bevegyül teljesen. Azzal a táskával egy per egy. Vágod, annak a másik srácnak szinte ugyanolyan a táskája. Nézzétek? Ugyanolyan a táskája, mint Tominak. Hazud, majdnem egy per egy ugyanolyan a táskád, mint neki. Na hát nem tudom, hogy mennyire adja vissza, de így most szembesülünk vele, hogy valószínű ez lesz a gép. Fűthető a vécülőke. Megnéztem utána, voltam. Nem szartam, csak megnéztem. Tehát a piszárba fújja a meleget a krokodilodra, meg fűthető a vécülőke, meg ilyen apróságok, tehát így más országban ez így nem nagyon alaptartozik szerintem. Meg ott van pár ember bent, a takarítóbrigád, aki mosolyog, köszön neked, és egy... Nem le senki. De megvártam, amíg kijövök a vécéről, és üdvözölt megint. Igen, folyamatosan azt csinálják, és egyből megy utánad, és takarítja a vécét, meg húzza le a vizet a mosdókagylóról, meg mindent, meg egy 1 literes víz 3000 forint, de az mindegy. Az mindegy. Na közben most nézzük, hogy ez egy Airbus A380, most jöttem rá én kinézetről nem tudom megítélni, bezeg Domi egyből, ahogy látni fogja ezt, tudni fogja. Tőle tanulok technikákat, felszereltséget, mindent. Szóval ő most azért ölne kb, de hát sajnos nem láthatja élőben, majd legközelebb. De azt hiszem ez az egyik legnagyobb, azért kommentben megírhatjátok, ha ti is ilyen repülőgép szakértők vagytok, de Domi is tudja. Apának nagyobban otthon. Apának nagyobban. Az udvaron nagyobban, és azzal gyakorolnak. Úgyis valamelyiknek lesz egy nagyobb otthon. Mindegy, hogy ez a világ legnagyobbja. Nekik nagyobb van. És van nagyobb. Van nagyobb. Otthon a kertben. Otthon a kertben, érted? Akkor, amit Békés megye ez a repülőgép, és így a kertben otthon. Na, hát itt egy picit barátságosabb. Igen, egy nagyon picit csak. Last. Okay, thank you. Az ott, hogy a gép segge szakad a leghangosabb. Igen, meg az a leghangosabb, tök jó. Ott vagyunk hátul, teljesen 83-asnál. Jön, ha bele feküdni. Hát, ha nem lesznek sokan. Kicsit szélesebb ségek, nem? Egy picivel. Na hát várjátok, abból ítélve, hogy ahányan felszálltak így most, vagy amennyien a váróban voltak, nagyon kevesen vannak. Úgyhogy valószínű sok helyünk lesz. Ez nem lesz olyan sűrítő, mint az előbb. Na, nincs konnektor. De van USB, az jó. Hát ott az. Megoldjuk, mindegy, tök jó. Na, az előbb én nem vágtam, de most nekiülök és vágok. Nem, szerintem nem tudom, de most én le fogok ülni és vágni fogok. Hát Tominak lett igaza, nagyon kevesen vannak a gépen ahhoz képest, hogy ez mekkora, és nagyon sok az üres hely. Úgyhogy Tomi át is költözött tőlem, ő keresztbe fog feküdni 4 helyen, nekem pedig van itt 3 helyem, de én nagyjából úgyse fogok aludni, hanem szerintem nekiállok és vágom már az első részt, hogy láthassátok. Úgyhogy tök jó, örülök, aztán lehet, hogy alszok majd kicsit, de először felszállunk és látni fogunk mindent. Bocs ezért a zenért, de nem tudok valamit csinálni igazából. Hát a légitársaságnak ez annyira nem éri meg, de senkit nem érdekel, én boldog vagyok. És nézzétek, ez meg olyan, mint egy PSP.
Imádtam. És ismét egy étlap. Amin annyi van, hogy csirkét kérünk, vagy nem csirkét. Jaj, nem, hoppá. Hoppá, ezen sokkal több minden. Ja nem, nem több minden van, csak írja plusz egy nyelvbe. Oké. Okay. Ja nem, nem másabb. Hosszabb az út. Másabb, oké. Okay. Na ezt átnézzük. Na ezt kell kitölteni, hogyha Tajvánba akartok menni. Ez ilyen cucc, hogy nyomon tudjanak követni, hogy te mit is akarsz ott képviselni, stb. Stb. Vagyis legalábbis valami ilyesmit feltételezek, mert csak a kezembe nyomták, és így nézed, hogy töltsem ki, de persze tollam semmim nincs, úgyhogy majd a gondolataimban ráírok valamit, vagy nem tudom mi lesz. Jól van, az ott most egy darabig, az biztos. Következő úti cél mi, tehát voltunk 4 órát most Dubajban, és szállunk is át, és most Utsudari, Tajvánba. Tehát Tajvánba megyünk, nem Tájföldre, nem mindegy, nem ugyanaz. Tajvánba megyünk. Tajván egy kicsi sziget, és körülbelül úgy képzeljétek el, hogy Magyarország egy harmada. És hogy milyen, nem tudom, nem is néztünk róla semmit, semmit nem tudok róla. Direkt, hogy meglepetés legyen az egész. Kimegyünk, és majd látjuk, hogy mi lesz. Én várom igazából, és 10 óra múlva meg is tudjuk, hogy néz ki. Szóval akkor most utazó montás megint. سيداتي وسادتي مرحبا بكم في مطار تايوان تايوان الدولي حيث التوقيت المحلي للشارع الساعة 4 مساء 25 دقيقة gyere mehetünk, csak fel akartam venni, hogy mivel mentünk, vagy voltunk. Ja, ennyi. Kis se vettem. Legyen már turiszt ennyire. Kérlek, ne légy turiszt. Mondhatod nekem, semmit nem értek belőle. Na, menj előlem. Persze, tapos meg te meg mögöttem. Itt is tudod, mit kéne keresni? Egy The Terrace-t. Egy szemcsepp meg egy terrasz. Fogalmam nincs, hova rohan, de nagyon vicces. Már mehetnék-e van, még csak most értünk ide.
vágjátok, ennek a reptérnek, vagyis ennek a folyosónak nincs vége. Ide jöttünk és azt veszük majd észre, kint van, hogy Magyarország tábla. Addig el sétáljunk ezen. Kiléptünk a reptérről és telibe csapott minket a 100%-os páratartalom és már izzadunk. Nincs annyira meleg, 31 fok van, de nagyon durva. Ez jó lesz, ez nagyon jó lesz. Na hát összességében utaztunk először 5 órát, aztán 4 órát vártunk, aztán 8 és fél órát, és most itt vagyunk, és tök jó. A második járat az jóval kényelmesebb volt. Nagyon örültünk neki, Tomi át is ült, én is tudtam aludni, ő is egy kicsit. Én kialudtam magam, meg közben meg is vágtam az első részt, az megy is fel, és hát igazából ennyi, most még mindig küzdök ezzel a páratartalommal. Én nem, de... De első rész hamarabb lesz meg, mint ezt, tehát hiába mondod a második részből, az első rész megvártad, ha már az hamarabb fel lesz. Jó, mindegy, tehát az már fent lesz ilyenkorra, amikor ezt látjátok. A lényeg, hogy ez kemény lesz. Ez nagyon kemény lesz, ez durva. De legalább tudtunk aludni kicsit, délután 4 óra van, hogy ideértünk, szóval nem kellett volna nagyon bealudni. A mai napot még kihasználjuk, majd este alszunk. Ez az időátállás dolog nekem annyira nem volt gáz, Tominak lehet egy picit jobban, ő megszenvedte. Én aludtam tök jót a repülőn. Én így 3 széken elterültem ilyen hullámba, de teljesen jó volt igazából. Most meg keressük, hogy melyik hotelbe kéne menjünk, mert amúgy megvan a hotel meg a foglalás, de valahogy még sincs. Tudatunk, hogy melyik nevű hotel az, majd megoldódik. Valahogy csak lesz. Úgy még nem volt soha, hogy se, hogy ne legyen. Ember! Nem, az ráadásul perc? 47? Jó, bocsánat, már nem, több mindegy. Ember! Nem tudom, látszott-e, 47 kilométerre vagyunk a szállástól. Hát akkor szerintem én itt megágyazok. Majd itt alszunk. Na hát most akartunk autót bérelni, mert végül abban maradtunk, és kiderült, hogy Tominak hiába van International jogsia, az Tajvanban nem érvényes. Tehát akkor az egész kocsi útunk ugrott, mert déli partra le akartunk volna menni, legalábbis saját autóval, vagyis így, amit bérlünk, így biztos, hogy ugrott. A többit azt nem tudom, hogy lesz, majd alakul valahogy biztos lesz. Most körbejárjuk szerintem, hogy tudnánk lejutni oda, mert 50 kilométerre van, vágjátok, mama lakik tőlünk annyira majdnem, és 50 kilométerre van a hotel. Nem tudom, mi lesz. Ne stresszelj, tiszta. Megyünk vonattal, kipróbáljuk a vonatot. Itt Tajvan úgyse fogok szerintem soha többet vonatozni. Ki tudja, lehet soha többet nem leszek itt életemben. Jó van ez így, autót bárhol lehet vezetni. Meg ráadásul itt nagyon durván nyomják, tehát hogy itt mondták is, hogy körülbelül a robogóval eléd vágnak az autók elé, meg minden, szóval jobb is, legalább így nem lesz probléma, vagy semmi. Most mondja, hogy elvileg Tajvanban is jónak kéne lennie, de nem, mégsem. Jó fejek, nem tudom. Déli partra meg majd lebiciklizünk, a hotelben biztos lesz kölcsön bicikli. Thank you. Na hát meg tudtuk oldani, hogy jó legyen, hogy vigyenek el egyáltalán 50 kilométerre. Megkérdeztük, a másik helyen is nem lehet vezetni. Úgyhogy ebből bizony busz lesz, vagy ki tudja, nem tudom. Érjünk most oda inkább, és majd utána tovább gondoljuk. És nézzétek, mivel megyünk. Ebben van hely. De kényelmes. Vágjátok, ha egy fapadó szarral hoztak volna, vagy ezzel ugyanannyiba került volna, szóval ja, igazából... Nem, és sajátosában nincs ekkora hely. Most mindig van ekkora hely. Az apukámnak nagyobb hely van az autójában. Azt tudjuk.
Első nap pipa, végre itthon, az ágyba, megkajálva minden. Holnap reggel készülök egy beszámolva, hogy mi is történt ma, de én szerintem ma már nem erőltettem ezt a dolgot, mert hulla vagyok. A második nap következik. Jó éjszakát! Várjál, kapcsolok lámpát. Nincs lámpa. Várjál. Itt van egy, az biztos. Itt ezt felkapcsolom. Meg azok mentek még este? Vágod, már nincs. Várjál. Amúgy jobb ajánlok, nem is öltözünk fel, szerintem ruhát. Olyan meleg lesz lent. Ki van égve? Hát ez este még ment. Kettő dibra. Találtunk zselét. De ezért előtte vedd fel magad, most hogy nézel ki? Várj, de most már megcsinálom, megvársz. Na az a helyzet, hogy Tomi nagyon éhes, menni kell már kajálni, de gyorsan találtunk zselét. És hát benne van a pakliba, hogy ez nem a legdrágább hajzselé volt, de felesleges, de ez volt kicsi. Nem akartam nagyot venni, megint kidobják, de mi van, ha ilyenné változok? Tehát én most így nézek ki, látjátok, hogy... Hát, hogy jegyezzétek meg az arcom, lehet rákenem a hajamra, és vagy elkezdek kopaszodni, vagy így fogok kinézni. Gyere, vegyed már, én megcsinálom, hogy átváltozok, vagy mi lesz? Vagy rákenem, meg kopaszodok, vagy... Van a zselé illata van. Mindjárt meglátjuk. Húha, mondjuk, már feketedik ott a hajam. Nem tudom. Úgyis szarrá izadod magad. Még de az arcoddal nincs gond. Még jó? Az arcom még jó? Ez még jobb, mint az otthoni. Csak szólj már, ha változok és nem veszem észre. Na. Tökéletes, Patrik. Meg úgy nézek ki? Még nem. Még nem. De legalább becsajoznál végre. Hát ilyen fejjel nem fakszik. Így most kettő van belőled. Nincs is élet ahhoz képest. De meleg az viszont van. Hú, gyerekek! Hú, megcirógatott rendesen. Hallod, én visszamegyek a szempámért. Hát, megvakulok. Na, ha már visszajöttem gyorsan szemüvegére, akkor beszélgessünk kicsit, Tomi megvár lent. Na, a tegnapi napot összefoglalva. Utaztunk Dubájba ültünk 4 órát, és Dubájból tovább indultunk Tajvánba. Az első repülőútunk, hát az elég szűkösre sikerült, az nagyon tele volt, és a második járat volt az, amin azért jóval szellősebben tudtunk ülni, Tomi beült középen, én 3 helyen aludtam, ő 4 helyen, én közben vágtam is, szóval teljesen jó volt, repültünk egy A380-assal, végre életemben először, szóval tök boldog voltam. Dubaj pedig, ahogy össze lehetne foglalni, az annyi, hogy hát meglepően tiszta, igényes, habár nem mentünk be Dubajba sajnos, remélem, hogy egyszer eljutunk oda. A reptért elnézve igényes, fűtött vécülőkkel meg piszoár, tehát igazából nem nagyon lehet ez itt hozzáfűzni, nagyon tiszta volt, ott folyton tisztítottak mindent, rendezett, nagyon csendes volt, nem is mondtak be semmit, hogy a repülőjárat megy, vagy jön, stb., de ezt mondták is, hogy figyelni kell. A dubai reptéren többet buszoztunk, mint szerintem én gyulán nem tudom hány éve összesen. Ott a 4 óránk az nagyon hamar eltelt, és utána jöttünk tovább Tajvánba. Hát igazából Tajvánba sem néztünk még nagyon szét ahhoz képest, tegnap este hatalmas élet volt, most nincs annyira, érthetően mindenki dolgozik, de itt is meglepően az utak tökéletesek, főleg Magyarországhoz képest. A vezetési morál az, amit nem tudok mihez viszonyítani, az katasztrófa. A robogósok így össze-vissza, a kocsik is így össze-vissza, egymásnak is így össze-vissza, tehát igazából mindenki csöveli 500-zal, mintha muszáj lenne, mintha versenyeznének. Azt nem tudom megérteni, hogy miért. Ezt leszámítva nagyon szép hely szerintem. Na, menjünk reggelizni, elmondtam nagyjából. Okay. Köszi, hogy megvártál. Most jöttem át. De miért? Na, posztál? Jó idő van. Na, gyere, menjünk. Nézd, ezeknek van esernyője, vágod? Tudod miért. Azért, mert... Az esőre készül. Na, mellesleg van korlátlan üdítőfogyasztásunk, és ételfogyasztásunk az nincs, mivel nincs étterme. Valószínűleg ezért minősül 3 csillagnak, de szerintem már jó lehetne nincs. Ablak a szobán. Azért, mert nincs ablak a szobán. Ha nem hozzal ébresz, ez fingod is, mikor kezdve. De igazából ezen kívül nagyon szépen meg van csinálva szerintem, szóval ez 4 csillagot már érdemelhetne. De nagyon normálisan meg van csinálva az összes szoba. Úgy látom, még mindig nem változtam át, szóval nem lehet olyan rossz ez a zselé.
Akkor végre igen, tehát ha végre csaj lenne mellettünk, akkor amiatt, mert átváltozok kínai gyerek. Igen, amúgy képtelenség. Ami nagyon-nagyon durva az az, hogy sehol nincs közterületen kuka, és kosz se. Tehát nincs eldobálva semmi gané, nem tudom, hogy mit csinálnak, szerintem zsebre teszik a ganéjukat, de semmi nincs eldobva. Arról ne is beszélve, hogy cigizni, egyet nem láttam még Tomin kívül. Senki. Vágod, megint egy sört keresgélünk. Tegnap este után egy sört nem tud inni sehol, nincs hely hozzá. 11 óra most is, itteni idő szerint, és nem lehet sehova bemenni, még minden zárva. De minden, úgy képzeljétek el, minden. A McDonald's-on kívül minden. Na, innen egy fincsi kajcsit. De egyen nyugodtan, én mondtam. Nem akarok enni, hát láttam, hogy a csávónak a két darab szakálla volt, két szál. És az is benne a kajában. Hát egyen, ha kérsz. Jó étvágyat hozzá. Hát de itt szekál, hogy én nem akarok enni ezekből az ennivalókból. Hát én nem vagyok hajlandó ezeket megkóstolni, rossz rájuk nézni. Egy tanács, hogy ha alkoholista vagy, akkor mindenféleképpen ide gyere, mondjad. Mindenféleképpen ide gyere, mert itt nincs pia. Itt nem lehet kapni sehol. Nem mintha mi akartunk volna annyira inni, de egy sört akartunk, és vágjátok, egy sört nem lehet kapni. Még a metró állomás is ide, ahogy lejössz, még ez is légkondicionál. Nagyon durván túl van tolva ez a légkondis dolog itt. De nyilván azért, mert hihetetlen meleg van meg a páratartalom, de akkor is elképesztő, hogy elsütálsz a boltot és pofán csap mindenhol. A legesélytelen dolog az, hogy olyan helyre vegyünk életem, ahol tényleg esélytelen. Ez egy lehetetlen küldetésnek minősül, úgy néz ki majd. Ahogy akartunk taxit, felpattantak, és a másik srác az rohant ki egy öltönybe, és becsukta utánunk az ajtót. Meg van egy szőnyeg a műszerfalon, itt is. Ez mindegyiken van. Hát ez kimondottan ide van készítve, plusz klímaberendezés. Mindenhol ilyen kis pici napellenző is van rajta, légterelő, árnyékoló, ki minek mondja. Itt vagyunk a Taipei 101-nél, nézzétek, mekkora? 509 méter, az Empire State Building körülbelül 380 méter, Tomi azt mondja. Nem tudom hány évig ez volt a világ legmagasabb épületén, úgy tudom, hogy most már nem az, meg Tomi is azt mondta. Hát ja, jó, de a Burj Khalifánál is, nem tudom, tehát azt tudom, hogy az magasabb, de lehet még van több, na mindegy, az nem lényeg. Ennyi infóval készültem, kérdeztem még Tomit, hogy amúgy mit tudhatunk még róla, vagy valami, mert ő lehet úgy, és így mondja, hogy magas. Tehát így mondom, oké, köszi. De most bemegyünk. Nem tudom, mennyire adja vissza srácok, de van még vagy négy szint lefele össze-vissza. Kemény.
kicsit megcsinálják, és akkor azt mondják, hogy felmentünk. Jaj, nagyon szép volt. Végre talált sört, és van tájpei cappuccino, és tájpei cappuccinót akarsz. Nem, a sört. Kész egy sört? Én nem. Miért? Én egy cappuccinót inkább. Ice coffee. Az jó. Olyat kérek. Nagyon romiba ülsz itt a háttérrel. Nem nagy az az asztal. Kértem amúgy én is cappuccinót, de arra még mindig várunk, úgyhogy szerintem azt felvisszük, mert mindjárt mennünk kell fel, mert igen, felmegyünk bizony. Nagyon nyugtató ez a zene. Tiszta nyugodtak vagyunk. Ember, de durva színe van. Nézd már. Kék, fehér, ilyen, nagyon durva. Ez tényleg jó. Persze gondolhattuk volna, hogy folyadékot meg semmit nem lehet bevinni. De hát nem lehet van, úgyhogy most gyors megiszom a kávét és megyünk fel. Na ott lőttek rólunk, áj de szépek vagyunk, lőttek rólunk képet, ott vagyunk. Két homár. De jó volt, de ezeket lehet kérni, vagy azzal mi van? Nem lehet lefotózni, de megcsináltam róla a videót, úgyhogy ha-ha-ha, így járt. Végre találtunk kettő embert, akik itt állnak mögöttünk, akik nem részek. Tehát mindenki más, még a turisták is azok. Tehát Tomi teljesen kivontja, hogy az előbb néztük, hogy aki turista, az is kínai. Mindenki az. Még turistából sincsen elvetemült, mint mi. Please look at the both sides monitors indicating floor, height, speed, and time. Megszállítom a monitorokat a Jó, Mi van, ha megsüketülök? Garanciát válnak rá, a nyomás különbség miatt érni a dobáltjába. Magyarországon nincsenek ilyen gyors liftek, mint itt. Nagyon durván bedugult a füled meg minden, nagyon kemény. De itt tök jó. Tök jó, tök nyugis. Figyeljetek, mit vettünk, nézzet. Tomi, ez mit csinál? Várja, ez. De ez ilyen kínai, mit csinál? Az, hogy itt nem minőségi cuccot vegyünk, ez itt kínai cuccok. Itt olyat kell venni. Itt minden. Felragasztottam nagyon. Ez is nagyon jó. Thank you.
reaktormag. Igen? A Star Trekben is ilyen volt az Enterprise-nek, egy ilyen reaktormag. És ha túlrevül, akkor az egész felhagyom. Nagyon jó. Valószínű, ide így be lehetne így jönni. Reaktormagból. Vágod itt így videózgatok, meg minden. Nem tudom, hogy miért. Nem volt ennyire. Valami. Na, itt írja, 40%-kal csökkenti a rezgéseket, mert itt vagyunk a tetején. Szóval ez azért kellett ide. Úgyhogy ez nem reaktormag, hanem rezgés csökkentő. Gondoltuk, hogy nem reaktormag amúgy. Nem, de biztos? De leírják, hogy azt hiszem, hogy tényleg reaktormag. Gondoltam, hogy nem egy reaktormagról van szó, csak úgy néz ki. Na, közben kiderült, hogy ez a 8. világ legmagasabb épülete, amit láthattátok, amit bevágtam. Hát, megnéztük, igen, mert ott van végig sorolva. A szem ott, vagy visszább volt a 11-esnél. Hát a Burj Khalifa. Ja. Úgyhogy hát ennyivel is okosabbak vagyunk. Hát akkor menjünk a picsába. Csak a 8. legmagasabb épületben voltunk a világon. Kotordiban. Na hát ennyi volt, búcsúzunk el. Na mondjad! Hülye, le lehet menni, gyalog! De van még fent, tehát még fel lehet menni még 91-et. Elvileg? Na, hát akkor most sétálunk. Hát itt nem, de legalább itt nincs üvegfal. Ember, de fura hangja van itt mindennek. Kicsit ér a szél. Egy picit. Na, tehát majdnem a tetején vagyunk. Innen már nincs sok ahhoz képest, hogy 508 méterről beszélünk pontosan. Szóval nézzétek, ott le lehet menni végig-végig lépcsőn. Innen nincs kiút, kész. Nem, akkor közelebb van, gyere. Kész, itt ennyi volt. Nem engednek ki sehova. Megint itt vagyunk, megyünk körbe-körbe, vágjátok! Ja, még egy jelentebb, ja értem. Na itt a reaktormag még egyszer. Amúgy ne haragudjatok, hogy átváltottam, de lemerült a kamera, és a másik aksi az otthon van, töltődik. Nem gondoltam, hogy ennyire elindulunk. Hát de amúgy nem. Nem baj, nyomom telefonnal, az se érdekel. Meg lesz az emlék. 3-20-42-40-ben. Nem, 1080-60 FPS-be vesz ez is. Akkor meg tök mindegy. Ja, csak a hangminőség más egy picivel szerintem azt mondja. Lordi, váljak! Nem kell. Te trükkös, hogy egy akvárium kiállításon keresztül is meg ki. Akvárium kiállítás. Sörcsél. Ó, ez szép amúgy. A poralt. Hogy viszed haza a repülőn? Így szállom fel. Vinnéd az öletbe. Ember, hol vagyunk? Én nem tudom, de most eltűnhetünk, vagy direkt haznak erre? Nem tudom. Ez szerintem direkt. Nézzétek, mit látok! Kínai Mountain Dew. Mennyire király? Na ilyet kéne venni, csak annyiba kerül, mintha Mountain Dew gyárat kb. Megvennénk, úgyhogy innen most nem veszünk semmit. Tehát nem tudom, kinek mennyire vannak meg ezek a márkák. Ennyi márkabolt nem létezik egy helyen. Nagyon durva. Tehát most megy a Tomi, mert Tomi volt Monte Carlo-ba, hogy tehát ott nincs ez. Jó étvágyat! Jó
köszi. Na srácok, én ne haragudjatok, elfelejtettem megmutatni, hogy igazából hogy fért bele minden. Ebben nem pakoltuk ki együtt, de... De tehát nagyon sok minden van benne. Vannak itt pólók, csomó zokni, csomó póló, rövidgatya, pulcsi, hosszú nadrág, ing, meg van kis esőkabátkám is, ha kéne. Meg egy másik kabát is itt van alul. Semmi nem látszik igazából, de elmondtam, az a lényeg. És ez vissza is fog még pakolódni. Hogy is működhet ez az izé? Ezt kiszedem, meg ezt kiszedem, és akkor hogy szedem ki? És ott visszanyomod, nem erőből, Tomi, hanem csak azzal a zölddel vissza. Nyomod, és közben rácsol, úgy. Na? Az meg olyan, amit én kaptam, hogy a falban van, és így alulról meg kell támasztani valamivel. Meg nem mondod, meg... vigyed ezt, ez nekem nem kell, mert belement nekem a hosszabbító. Belement amúgy, nem kell. Az álomútunk. Dickhead. Nem tudom, mennyire Enjoy látszik. Enjoy flying your little gay, my little gays. Na hát videóztam telefonnal meg mindennel, de hát lemerült, azt nem úgy készültünk, hogy egész napra sétálunk kb. Aztán hazajöttünk. Aludtunk, meg leedzett ez a Terminátor állat, és most megyünk tovább szétnézni. Hova megyünk? Nem, most először kajálni. Kéne egy sushi hely. Mert eddig én ma még McDonald's-on éltem csak, ami nem a legegészségesebb. A plázában kb. 40 féle kajáda volt. Körülbelül igen. És mindegyiknek már a képe rossz volt. Tehát ránéztél, és már azon mosléknak tűnt. Meg volt egyetlen egy normális, az indiai kajáda, ahol evett, hogy egyek ott nyugodtan, amikor már ötödjére mindig csípőset ettem, bármit eszek, tehát nem bírom. Mondod, a csirke az ilyen mindenféle volt. Tehát csőr volt benne, talaj, gyomor. Épp, hogy nem toll. Épp, hogy nem a tollakat így húztad ki vele. Az nem volt. Jött a szobanő, és kérdezi, hogy vizet? Vagyis, hogy nem értettem, mert nem tudott angolul, és csak így valamit elmondott, de megértettem belőle, hogy, hát annyit tudod, hogy water, valamilyen water-t mondott, és mutatott erre, ami itt van, hogy water, és így nem akartam neki részletezni, hogy ha tudnád, hogy ebben mi van. Tehát, hogy az üveg az water, de ebben nagyon nem water van. Meg kellett volna neki mutassam, hogy water. ilyen water-t ad, akkor az kell... az kemény water lenne. Beborulna a szennyes kosárba. Jaj, de várjál, megyek veled. Gyere, menjünk együtt. Hozok én is. Jövök veled. Kártyád? Kizáródtam, ember! Ember! Kizáródtam! Nem, itt van a kártya. Hoztam. Csak gyors kihúztam. De milyen jó ízűt nevettél. Azt tetszett. Na. Nekem ilyen kell. Jó van az. Tehát még bontó se kell. Semmi hozzá. Köszönjük. Nem elég, hogy ordibálunk mindenhol, két nagy pofájú paraszt még felvette a hungari izé nagy Terminátor pólóját. Persze, hogy támogatom Magyarországot. Hát, feleslegesen szerintem, na mindegy. Ami a legszebb az egészben, hogy a hajzselém az még mindig. Hát jó, nem a legjobb, de még nem változtam át kínaivá, vagy igen? Nem tettél rá. Azóta nem tettem rá semmit, hát aludtunk meg minden. Bármint, hogy aludtam, meg te is, felváltva, meg... Nem egy szobában. Nem egy szobában, tényleg nem. Nem vagyok még olyan. Tomi, a te szobádat is megnézhetnénk, egy room tour csináljunk azon is. Add már ide. Nem. Add már ide. Szobája, mindjárt nézzük. Várjatok, ez a 203-as. Egy nagyon picit kupisabb a dolog, de ennyi. Hát maga a színre. Színre nekem tényleg az enyém jobban tetszik. Neked van zseléd. Bezzeg, nekem nincs. Megfordítva 180-nal a szoba. És ennyi. Ilyen a tájvani dollár. 100 tájvani dollár olyan 900 forintot. 100 tájvani dollár az mennyi? 900? Uh-huh. Ugye? Az a váltója? Ja. Igen, szóval egy tájvani dollár az 9 forint. Hát ez színre tényleg jobb. Ez ilyen szürkébb, ez ilyen elitebb. Hát én tudom, hogy jobb. De te vetted fel, nekem tök mindegy volt, vágod. Tehát nekem mindegy, ablak egyikbe sérül. Figyeld, nincs, mennyi az idő, vágod fel, kösz, és ha nem menne telefon, nem tudnád menni az idő. Úgy érzem magam, mint valami klónozó helyzetben. Oké. Ki az? Ki
kérdezted, hogy várjátok, mióta itt vagyunk kb. Negyedjére játszom, és tiszta ideg mindig, hogy ki a szar lenne, ki kopogna. De szép vagy. Kisimultam az edzésre. Edzettem, csak fejlegeltem magam. Én jobban ki vagyok, ötöt összerakok, és ötöt kinyomok egyszerre a személyedzőt itt. Hát ezt nem lehet bírni normálisan. Egészségetekre. Hozzás vagy víz. Fú, erős. Tényleg erős. De ez mennyivel jobb rá, ember? Hozott kísérőnek kólát a múltkod. Innentől több a Sós Live. Innentől kezdődik Kiki. Mindjárt jön a faded. Várjátok, sétáltunk az utcán. És büfögni kellett, és kb. Így csinált, hogy és ránk néztek, hogy mindjárt elhányja magát. Na, megyünk tovább, útnak indulunk. Harmadik nap, délután 4:30 van. Jót aludtam, nagyon jót. Fent voltunk, körülbelül dél fele. Tudom, hogy felébresztett, elmentünk kajálni. Aztán mondtam, hogy szükségem van még alvásra pár órára, aztán nekiindulhatunk. Mint ahogy kiderült, alattunk 12 emelettel van, Tájvan egyik leghíresebb és legpuccosabb helye. Muszáj volt kipróbáljuk. Elmentünk szétnézni, és igazából jó volt. Habár a sima fél literes palackos víz 2000 forintba került, tehát nem egy olcsó hely. Induljunk útnak, estig minimum szerintem, ha már így a fél nap eltelt. Várjátok, sötétedik, be van párásodva a kamera, annyira meleg van kint és annyira hideg volt bent. Várjatok, letörlöm. Na most talán így jobb. Annyi, hogy nincs a szobánkban ugye ablak, és mi nem tudjuk, hogy milyen az időként, csak látjuk az órát, és abból következtetünk. Na, hogy miért sötétedik. Elmeséltem, hogy mi van, hogy átaludtuk az egészet, meg hogy jó buli volt. Legalább egy Teslát látunk. Nem, egy X-et láttam a reptérnél. De és mellesleg hatalmas szerencsénk van, mert itt volt tájfun, mielőtt jöttünk, egy héttel kb. És pont beszéltük, hogy jókor, általában szeptemberben tájfun veszély van. És pont most, ahogy itt vagyunk, átment Japánba az egész, és hatalmas pusztításokat csinál, szóval nem a legjobb. De legalább örülünk, hogy nem itt történt most per pillanat. És most, ami ülünk, az nagyon kényelmes. Meg annyi hely van benne, hogy még nem is bőven elfér. Na nézzük, mit ír itt. Ez érdekes. Örülünk neki.
Én eszek, Tomi meg nézi. Vegyek neked is valamit. Diétázok. Nem, amúgy csak várja az övét. Mindjárt itt van. Jó étvágyat. És még egy rúgban szét, vagy hogy vágyam szét? Micsoda? Nincs kés sorsa. Harapd el. Majd veszünk egy kést, azt hozod magaddal. Na milyen? Nem így mondják. Nem érdekel, hogy mondják. Milyen? Finom! Na hát én kicsit boldog vagyok, hogy másfél nap után végre tudtunk étkezni egy normálisat, mert másfél napja McDonald's-on élünk. Azt mondja Tomi, az tápláló. Szerintem annyira nem? Hogy fut! Hogy fut! Borzongató, mint a hullát szállítanának itt mögöttünk. Ne kérdezzétek, fogalmam nincs, hogy miért van ez. Gondolom azért, hogy ez a rész így le legyen hűlve, mert álló klíma van bennük, mert rohadt hideg van benne, meg kívül nagyon meleg van. Moments later. Mit szólsz? Jó. Ez csak két méret volt. Ez nem az, ez nem ott van. Ez nem. Szétengedi a haverunk mögötted. Ez te vagy. Miért lennék én? Te vagy részegen, tájvanéned. Ez volt már a beszter. A kőbányai szopófanta most bevetheted magad. A részeg emberkét a rendőr lekamerázta, és visszült a kocsiba, és elment a rendőr, és ott hagyták. Semmit nem csináltak vele. Jó, hát igazából nem is lehetne mit csinálni vele, de hát ember akkor is. Hol vagyunk? Hol? És itt az első baleset, telibe vágta, csak hallottunk egy nagy csattanást, és annyi. Ott a motor, ott fekszik. Ami nem meglepő, mert igazából nem normálisak. Na mindegy, megyek, itt vannak már, itt is vannak már. Igazából nem lep meg. Ez volt az első ilyen. Ez volt az első, pedig nem normálisak. Nem az első, amit mi láttunk az első. Hát te úgy mennek, mint a hülyék. Tényleg. Na jó, oké. Ennyi, ezt is kipipálhattuk, láttuk. Menjünk tovább. Ez már megint McDonald's-hozik, jó étvágyat. Melyik vlogban megy? Ez most a YouTube-osba. Jó étvágyat. És hogy akarod beletenni most így utólag? Hol vagyunk? Hogy kerültünk ide? Hát úgy, hogy éhes vagy. Sétáltunk, és itt vagyunk. De ezt a melegot már lezártad? Nem. Tegnap, mikor lementünk a buliba, már tudtuk előre, hogy ez a nap haszontalan lesz. Ahhoz képest tök sok helyen voltunk megint, új helyeken, meg voltunk... De nem tudtuk meg. Mit? Honnan tudtam volna, hogy 5 órakor leszel aktív? Hát honnan? Itt a pánika megint előtte, úgy, hogy bejtett az egészet. Nem tudtam előre. Oké, én se tudtam. Nem tudtam előre. De mikor lementünk tegnap a partiba, azért feltételezhettük, hogy nem fogunk felkelni korán reggel, mint eddig, és útnak indulni. Az utóra meg a reggel 9 között van? Hát felkeltünk délbe, elmentünk kajánni, utána én olyan fáradt voltam, meg még szarul, hogy visszaaludtam. Még aludni, meg nekik igazából. Jó. Na legalább annyi haszna volt ennek az egésznek, hogy bejártunk egy-két új helyet, egy Under Armour boltba eltöltöttünk, vagy 3 órát, de teljesen jó volt. És akkor a mai napnak ennyi. Holnap találkozunk egy tartalmasabb videóval. Mert nem fogjuk végig aludni azt a napot, legalábbis én biztos nem. Majd most Tomi inkább. Na hát akkor, sokkolom! Negyedik nap. Itt jó az idő legalább.
újra úton, taxiba, épp reggelizni. Eddig a fővárosban voltunk Taipeibe, és most úgy néz ki, hogy lemegyünk Taichungba. Az hány kilométer innen? Tudom, kérdezed? Igen, hát nem te tudod. Tudom. Nem. De körülbelül vonata egy olyan 50 perc, a lassúval 2 óra. És megyünk, biztos? Csak kéne. Na majd meglátjuk, most megyünk kajálni. Everywhere on the straight lines only. Yeah. Első taxis, aki végre tud angolul. Szóval király. Örülünk neki. Morning 200. Legalább tud magyarázni egy-két dolgot. Na, 4 nap után sikerült egyetlen egy taxist kifogni, aki tudott angolul és tökre beszélt, meg tök normális volt. Beszélgettünk vele, vagyis Tomi beszélt vele, és mondta, hogy Pesten ugye a lakosság az körülbelül 1,5 millió ember. Na most itt, Taipeibe 4,5 millió. Szóval egy picivel több, de egy harmada csak a sziget, mint meg a de csak az egyharmada a sziget nagysága Magyarországhoz képest, szóval eléggé zsúfolt. Mellesleg azt is elárulta, hogy itt nincs tél, vagyis hát van tél, de annyi, hogy esik az eső. Havazni egyáltalán nem szokott, és ilyen plusz fokok vannak akkor is, ilyen 10 fokok körüliek. Úgyhogy nincsenek hozzászokva az, hogy fűtés vagy valami ilyesmi van a lakásban, házban. És kérdezte is, hogy és akkor mi ott fűteni szoktunk, meg ilyenek? Hát igen, igen, mi bizony szoktunk. De lehet még mindig jobb, mint ez a páratartalom, tehát ez azért megszokhatatlan én szerintem. Mindenhol klímáznak mínusz 20 fokra, kb. És amúgy meg kint van, vagy hőérzetre 40 fok, vagy még plusz, úgyhogy valahogy nem buli ez. Nem. Ezt is nagyon nehéz megszokni. Az embernek éppen van annyi ideje, hogy felszön és indul is. Ezek nem szórakoznak. És amúgy én azzal hülyeskedtem, hogy Taichung, úgy mondják, de közben nem. Hanem ilyen nagyon furán, hogy Taichung. Úgyhogy amikor mondtuk a taxisnak hova, ott értetlenkedtünk, hogy nem oda, és aztán mondta, hogy de úgy kell ejteni. Szóval ennyivel is okosabbak vagyunk. Tomi meg örül, mert így nem tudok szórakozni, hogy Taichung, csünk, valami csünk.
kicsit lassult. Most már ez lassú. A MÁV beújított. És a Gyula elek között. Hiányzott már a 45 fok hőérzet. Na srácok, itt vagyunk Taichungban. És szép amúgy. Taiwan Beer. Ugyanaz, mint a tegnapi volt. Csak ez olcsóbb. Nem, ez gold. Ez jobb. Ez jobb. Na közben megkóstoltam, ez kérlek szépen egy mézes, citromos víz, ami igazából finomabb szerintem, mint otthon bármelyik üdítő. Nagyon jól el van találva az íze, meg nagyon cuki, meg nagyon külföldi, nagyon taiwani, kínai, inkább kínai. Meg amúgy biztos, hogy jó helyen vagyunk. Imádom a pálmafákat, de szerintem nem Kaliforniába jöttünk. Biztos, hogy jó cég, mindenkinek ajánlom. Na hát ezen a vonaton hidraulika folyás biztos, hogy nem volt, úgyhogy meg se kerestük, de most nézzétek, hogy mit mutatok nektek. Mi van itt? A kínai Subway, vagy taiwani Subway, oké, tök mindegy igazából. Úgyhogy most várom Tomit, aztán muszáj egyet Subwayozunk, már csak Özsenke hiányzik innen mellőlem. Ő lenne a legjobb most ide, itt állna, így átölelném. Most nagyon hiányzik. Nem sokára megyünk hozzá haza, még egy hét. Abba maradtunk, most mégse lesz Subway, úgyhogy inkább veszünk egy funkot, mert van egy funkbolt, ahol muszáj funkot egyek. Ő nem eszik, ő vigyáz az alakjára. Diétázik. Én nem. Három szemű. Mindből ötöt, kérlek. Ugyanaz én. Teljesen ugyanaz én. Tomi nem eszik fánkot, azt mondja, csak az óvodások esznek fánkot. Kövér óvodás gyerekek esznek fánkot. Akkor úgy néz ki, én kövér óvodás gyerek vagyok, de én nem bírtam ki, nekem muszáj volt. Ezzel kit mentesz? Magamat. Ne, én nem akarom magamat menteni, én kövér óvodás gyerek vagyok akkor. Az se érdekel, de legalább van fánkom. YouTube csatornán van 65 ezer feliratkozó. Tomi, úgy sincs itt az egész egy szar, unom is magam, nem is vicces az egész videó. Hol van Domi? Annyi a videó alatt megkérdezték. Otthon iskolában, 12 éves, hol legyen? Tiszta idők. Ő egészségesebbet kajál. Finom. Hát az nagyon finom lehet. Első pipa. Jön a második. Na és hát mellesleg én nem tudom, Magyarországon nem szoktam sokat taxizni, de itt rájöttem, vagyis rájöttünk, beszéltük, hogy akkor pörög nekik az óra, tehát akkor fizetünk többet, ha gázt ad. Tehát minél jobban kigyorsít. És tegnap este például egy muki felvitt minket egy autópályára, itteni autópályára, hogy csak megnyomja neki, levégelte, felment jó pár taiwani dollárra, és annyival többet kellett fizessünk, szóval okosak. Ez megvan, de hát nyilván mindenki ott keres, ahol tud. Ez az. Ő tényleg az. Végig dudálja az egészet. Megvan a taiwani idegbeteg sofőrünk is, és mindenkiről azon röhögünk, hogy itt a jobb hátsó mindig látja a taxis engedélyt. 10 éves képe van mindegyiknek. Szóval így jól eltelt felettük az időt. Fogalmam nincs, hogy mi ez, de itt vagyunk, úgyhogy menjünk be. Hova mész? Halló? Halló, kínai gyerek? Itt a bejárod. Kisiskolás fiú megy velük. Jaj, de boldog.
végig kellett menni négyféle női szinten, mert hármat mutatok, szóval négyféle női szinten, és most jött végre egy férfi részleg. És ez egyem alatt szerintem is ennyi kész. Majdnem megelütött, tök jó. Megvan az első benzinkút is. Tehát, hogyha autóval lennénk, akkor legalább megnyugodhatunk, tehát van üzemanyag. Szegény, ő is szenved már nagyon. Please. Na hát az a helyzet. Hogy? Hogy bejöttünk inni egy kólát, hogy klímában legyünk. És most elmondom azt, amit elmondaná. Csak én unalmasabban. Jó. Ennyi. Ennyi? Ennyi szoktál te is, nem? Oké, köszi. Délután 6 óra, igen, most keltünk. Legalábbis felváltva aludtunk nagyjából, szerintem megint ő felkelt, elment kajálni. Én felkeltem, elmentem kajálni. Na, összegezve a tegnapi napot, elmentünk Taichungba. Mindenhol ilyen utcán kajáldák, stb. Tehát elég hátborzongató szerintem egy európai embernek, főleg magyar embernek, mert hát ilyet nem nagyon tud látni otthon, én úgy gondolom. Utána pedig találkoztunk Petivel. Petit valószínű, ti nem ismeritek, de itt Tajvanban nagyon sok mindenki ismeri. Ő magyar, meg félig szlovák, meg tud 5 nyelvet, meg most itt él 5 éve. Tomi valahogy elkezdett vele beszélgetni, és annyiból maradtunk, hogy elmegyünk, meg lessük. Hoztunk neki pálinkát, és meghúztuk az estét. És én most megfogadom, hogy többet nem iszok egy darabig, elég volt. Let's go! Hálával tartozom Tominak. És Petinek is, hogy hazaértem. Én egyedül nem lettem volna képes rá. Úgyhogy vigyázzatok az alkoholhal. Most már én is azt teszem. Hát amit tudni lehet még a Petiről, hogy tévében is szerepel, közben angoltanár, közben kaszkadőr is, és közben Jackie Chan filmjében is szerepelt már, mint kaszkadőrként, nagyon sokan ismerik. Hihetetlen jó fejgyerek, nagyon jól el voltunk vele. Hát remélem még találkozunk veled, az a baj, hogy már csak körülbelül 3 napot vagyunk Tajvanban, szóval nem biztos. Úgy terveztük ma, hogy lemegyünk a tengerpartra valamelyikre szétnézni, de ebből ma csak pizzázás lesz, meg talán egy picit sétálunk és pihenünk, mert már úgyis kb. Este van. Amit ő elmondott, hogy Taipeiben elvileg, legalábbis ő szerinte, vagyis amit ő tud, 5 millióan laknak, Taichungba, abban meg 3,5 millióan, ami egy picit fura, mert amikor jöttünk Taichungba taxival be a belvárosba, sokkal nagyobbnak tűnt, mint Taipei. De az biztos, hogy Taipei szerintem az egyik legszebb hely itt. Hát nyilván itt a főváros a turizmuson alapul nagyjából, tehát látszik is, másképp van megcsinálva. A nyelv az nehéz. A nyelv az hivatalosan kínai, Peti szerint, és nagyon durván folyékonyan beszéli, meg írja, meg picit elkezdte mondani, hogy ezek inkább képekből vannak összeállva, stb. Nem tudom, én nem értem. Én nem akarom megérteni. Nagyon nehéz, de minden elismerésem, aki tényleg megtanul. Lehet nem is mondtam el mindent, amit akartam, de a lényeget így most akkor tudjátok. Na úgyhogy összeszedem gyors magam, meg Tomit, és megyünk pizzázni. Azt elfelejtettem, természetesen, mit sem ér az egész a Subway nélkül, azt ki kellett próbáljam. Sajnos nem tudok hazavinni a zsenkének, pedig nagyon szeretnék, szarrá romlana, mire hazaérek vele, de teljesen más az íze. Kétszer annyit pakolt bele, mint otthon, de kétszer annyira is rosszabb az íze. Itt a csirke nem ugyanolyan csirke az íze, teljesen más. Ugyanazt kértem vele, és mégis teljesen más az íze. Nem azt mondom, hogy rossz, de jóval finomabb az otthoni. Most már mentünk. Mekkora mázlia van, hogy van nálak. Thank you. A gyerek ment a pólójával, tegye be. És a pólóhelyt a kártyáját tette be.
Az meg ott van. Na hát itt még ilyet se láttunk. Egy picit szakad. Csak a hidegen. Strand szedbe. Nem, nincs ablakunk, nem tudtam milyen idő van most. Megásztál? Egy picit. Tehát ez katasztrófa, Patrik, itt nem lesz szárazon maradni. Vagy leizzadsz és a saját seglevedbe fürdes, vagy megázol, de akkor legalább hideg van. Sehogy nem jó. Marci setto a dolcino d'amor, delle belle turbando e riposo. Jó étvágyat kívánok! Téged vártalak! Köszönöm, akkor most már lehetünk. Kiálltok négy, de... Marci setto a dolcino d'amor. Na, ez nagyon finom volt, ez tényleg olasz volt. Nem nyillik. Hatodik nap, meg mindig esik az eső, és valószínűleg amíg itt leszünk, addig esni is fog. Úgyhogy jobbra nem számítunk, megyünk reggelizni, és utána indulunk a vasútállomásra, és megyünk le a partra. Vágjátok, ez Tominak egy túlélő show. Ő most a taiwani Bear Grylls. Semmit nem tud enni. Nincs normális kajáda, ami van, az annyiba kerül, mint ott van egy fél fizetés. Nyilván a zuhanyzó. Ez pára a számból. Nem. Úgy látom, Tomi teljesen beilleszkedett. Tetszett? Lecsorog az ablakon az esőcsepp. Felrakhatnád a nature.com-ra. Azt az nagyon összehoztad. Rázumolta az esőcseppekre direkt. Belülről csak azok látszanak, kint meg elmosódva a tárgy. Igen. Hova jöttünk meg? Fulong. Azt se tudjuk, hol vagyunk. Itt vagyunk most. Ezt nézitek? Itt így. Itt mind mi vagyunk. Na, itt vagyunk. Sőt el. Sőt, de miért is senkit az állomásra szakadó esőbe egy tengerponton? Mondnak, hogy meg kell ide egy poszit. Na, menjünk! Vedd fel a kis kabátkádat! Nekem van kukás zsákom, hogy ne ázzak szét, ő meg nem képes felvenni az eső kabátját. Itt szenved vele 5 percet. Nem bírom! Nem bírom! Össze kell csatolni? Nem tudom. Itt kell. Itt kell. Nem bírom! Tomi, az jó! Akkor add ide nekem, nekem jó lesz. Nekem szemetes zsákom van. Nem adod ide?
abból nem merek enni. Finom. Kutyakolja. Nem, nem kérek. Én nem merek ebből enni. Nem mérgezem magam. Pont mondja, és teljesen igazam van, hogy másik otthon ül ebédel, beszélget a családjával, stb. Tajvan közepén ülünk. Egy metrón. És fogalmunk nincs, hogy merre megy. És eszi a kutyakaját. Ja, meg amúgy szétáztunk, de az mindegy, az már mellékes. Valami csípős szar, ami kutyából készült. Fú, de büdös. Én meg az ázsiai bergrillsz. A túlélés törvényei. Ez egy kiképző tábor. Túl kell élni. Hát sikeresen visszaértünk a hotelbe, és sikerült mocskosul eláznunk. Nagyon durván, én azóta is száradok, meg fázok, meg minden. Tomi lement edzeni, és nagyjából ennyi volt a mai napunk. Az utolsó előtti napunk a 6. nap itt. Holnap megyünk vissza, vagyis nem is vissza, hanem csak Pestre, és Pestről még megyünk tovább a másik irányba. Most meg elmegyünk ma kajálni, de az már annyira nem lesz érdekes, mert minden nap csak zabálunk, úgyhogy ezt hagyjuk is. Holnap találkozunk. Ki az? Do you want room service? Darling, do you want room service? 10 óra elmúlt, és hallod, hogy zöldög a szájba a kocsira, és tolja, és várja, hogy bemessen valakihez, hogy segítessen, és hogyha nem engedett be, portálról fel, akkor nem kell takarítani. Ez igaz! Utolsó nap, nem tudom, hogy sajnos vagy nem sajnos, de most menjünk kajálni. Közben persze azt elfelejtettük, hogy ki kell csekkolni, legalábbis az egyik szobában a másikat meghosszabbítottuk, úgyhogy ettől a szobától kell elköszönjünk. Szia szoba, szia ágy, hello asztal, köszi a sok videót, és akkor mehetünk. Reggelink is, vajon hol reggelizünk Rómiba? De nem reggeli. De ez reggeli. Jó ebéd, de ez reggelinek számít. Igen, rábírtam, hogy szabvéjezzünk. Nagyon boldog miatt. Csak álmos. Úgyhogy most jó étvágyat. Jöttünk fel, és rohant egy ide, és ha nyomod a számot, egyből becsukódik. És megnyomtuk a számot, és így csukódott belőtte, ez meg még utána ordított, hogy sorry! Nem ezt mondtam. Mit mondtál? Sorry. Igen, sorry! Nem. Hát ilyen... Nem emeltem fel a hangom. Nem úgy mondtad? Jó, akkor úgy mondtad, hogy sorry. Na, le is hozott. Most nem álltunk meg 10 szinten, mert amúgy úgy szoktunk, 12-en vagyunk. A gépér, lenyomja a taxis.
Igen, az a tető, és ott egy papírzsepi. Csak hogy biztosan biztos megtaláljuk. Mondjuk Tomi nem találta meg. Na, a leghülyébb helyen van. Ki keresi a tetőn a zsebkendőt? Az vesz észre, aki mindent megnéz. Aki körülnéz, beül körülnéz, és akkor az észreveszi. Pihenj, Patrik. Sikerült felszállnunk az első gépre, ez lesz a hosszabb út, ez 9 és fél óra körül lesz, és tele van a gép, tehát mikor jöttünk, nagyon nagy szerencség volt, de kb. A 50%-a volt tele a gépnek, tudtunk aludni, most sajnos nem fogunk tudni, nagyon-nagyon tele van, vágok, és találkozom most Dubajban 9 és fél óra múlva. Ja, és mellesleg nagyon nagy szerencsénk van, mert a vízkiárat mellett kaptunk helyet, ahol csak 2 szék van. Persze Tomi nem örül neki annyira, mert általában az szakad ki legelsőnek, meg itt szakad ketté egyből a repülőgép, meg mit tudom én, de a lényeg az, hogy nem ül se itt, se ott mellettünk senki, tehát azért valamennyire jobb a helyzet. Szerintem jó, meg legalább a lábterünk jóval nagyobb, ahhoz képest, hogy többinek mennyi, de ettől függetlenül neki nem jó, meg nem fér el, meg kétszer akkora, mint én. Na akkor most alszunk meg, vágunk meg, ilyenek is, majd tali. Aha, csak semmi nem látszik. De ha beszélsz, akkor tudják, hogy te vagy az. Nem biztos. mert amúgy egy Tajvanból, Dubajba tartó gépen rohadt sok magyar ült, tudni. Most nem látszik semmi. Felismeri az arcát. Fel. Már annyit voltál a kamera előtt, hogy felismer. Na jó, elég volt. Most a másik terminálhoz, ahova beérkeztünk, át kell szálljunk, és oda vonattal megyünk. Mit csinálsz? Szétfingom a vonatot. Jó, jó neked. Azt mondják, meg lehet nyerni, hallod? Ez is 2300-hoz az esély. Na, hát erre muszáj befizetni. Úgy is eladnám ezt is. Ezt is eladnád. Várj, mi volt az előző? Nem emlékszem. Mit néztünk? Ja, bent Ajgát. Á, de az... Ez kulajú. Ez egy picit azért jobb. Boltba járósnak jó lenne. McLaren 570-es. Nem kéne, nem jó az. Megveszem a sorszíget. Szerencsém lesz. Arra jó nem, hogy eljárnak a non-stopba. Kenyérér. Megveszem a sorszíget. Nem rossz, amúgy nem rossz. Ember amúgy ez gyönyörű, ne hülyéskedj már. Több pénzem. Azt megveszem, nem eszünk 3-4 napig. De legalább van egy McLarened. De van egy a 2300-as esélyem, hogy megnyerem. Ja. Na, mi legyen? Az elég jó arány. Hát az jó, ha tényleg ennyi, de én nem hiszek ezekbe. Nem sikeresen megérkeztünk, hullafáradt vagyok. Ő még jobban. Nem sokat sikerült aludni a 9 órás út alatt, de legalább nézzétek, mi van. Dubai Mountain View, ezt értékelni kell.
Ez annyiba kerül, mint Magyarországon 5 darab ilyen szerintem körülbelül nagyjából. Szóval erre vigyázni kell, ezt úgy iszom megbecsülve, vagy lehet hazaviszem inkább. Mert én így, nem te mondod meg, mit csináljak. Hát azt mondta, hogy nem szabad videózni, meg fotózni, nem is csináltam semmit, csak gyorsan. Azért, mert Illégy volt. Illégy reptéres. Mi? Minek nevezik ezeket? Illégy repteres, nem tudom mit, na mindegy. Úgyhogy nem sokat láttatok a gépből, bocsi, de amúgy jó nagy ez is. Szép volt. Gratuláljunk neki, szép volt. Szia. Nem tetszik ez nekem. Itt is be vagyunk ragadva? Mint Dubajban. Mint Auschwitzben. Vágjátok Dubajba? Ott álltunk, hogy 5 percet, de vagy nem tudom, szerintem, hogy 50 ember, és nem akartak kinyitni az ajtót, és ott álltunk. És aztán ott jött egy ember, fogta, kinyitotta, és ennyi is kinyílt. De addig nem tudjuk, hogy miért vártunk. Te tudod, miért vártunk? Ott, vagy itt például. Ott is így kezdődött. Azt hitték, hogy víz fog jönni a csapból. De nem víz jött. Nyilatkozz kérlek, hogy mi történik. Nem? Nem akarsz? Hát az a helyzet, hogy egy óra múlva nekünk transferünk lenne, de hát így... Így csak lenne. Na most várunk egy kis buszt. A magyarországi reptérről nem szeretnék nyilatkozni. Mindenki jobban jár szerintem. Tehát összesen annyit vártunk mindenre, mint összesen az egész utazásunk alatt. Tehát most várjuk a kis buszt, az bevisz minket a keletihez közel, és ott még eltötyögünk pár órát, és utána felülünk egy vonatra, és megyünk tovább Németbe. Nem haza bizony, nem haza. Nem. Úgyhogy folytatódik az utunk. És igazából lehet, hogy nagyon mosott fejünk van, de csak azért, mert tényleg aludni nem nagyon tudtunk amúgy, legalábbis nekem semmi más bajom nincs, csak tök jó lenne 8 óra alvás, és teljesen hibátlan lenne minden. De majd mindegy, majd estére. Most már fel se kapcsolódik. Na, megoldottam. Most fixik. Na, fasza, minden. Tomi nem látszik. Az utóbbi 3-4 óránkat nem akarjátok tudni, hogy éltük át és mi történt Pesten. Hagyjuk is, végre itt vagyunk a vonaton, és innestől kezdve jobb lesz a hangulatunk. Hát... De miért vagyunk a vonaton, senki nem tudja. De. Mondtam, megyünk Németbe. Ja, megyünk bizony Németbe, hogy miért megyünk Németbe, meg hova Németen belül, azt már megtudjátok a videó közben. De most az a lényeg, hogy felültünk egy vonatra, ami hálófülkés, és négyen leszünk. Kár, hogy nem látszik az arcom. Előbb úgy a sötétből. De legalább tudunk pihenni kicsit. Fekvő területen. Még azt se tudjuk. Nem, de Bécsig jönnek elvileg, és akkor jó lesz. Ez olyan, mint amikor Harry Potterra vitték be őket a Roxfordba. Én egy kicsit örülök, mert semmi bajom nincs azon kívül, hogy aludnék egy vízszintes helyen valahol, szóval ez jó lesz, tök mindegy, hogy ott fent leszünk, vágjátok? Durva. Patrik, nem tudok felmenni, vágod. Akkor majd cserélsz valamelyikkel. Leestem a bordás falról kis. Nem tudok felmászni. Vedd fel a létrát, hol kell felmászni. Itt kell felmenni, látjátok? Na szóval várjatok, kezdjük újra, kijövök. Itt a folyosó. Itt befordulunk, itt van Tomi, és
ott kell felmászni azon, és ott vannak a felső ágyak, és itt van lent. Nem tudok, ne, a testalkatom nem engedi, hogy felmásszak. Hogy menjek fel, ahol leesik a létra? Elmentek a f***ra. Én nem merek felmenni, menj fel te először. De felmegyek akkor. De hát kiesik a létra. Patrik, én nem merek felmenni. Húzd fel magad. De nem úgy, végig. De Tomi, nem jó. Várjál, fogjad. De ezt kicsit kijebb kell. Várjál. Ezt megemeled, és ide így, és csak így, hogy így nem tud kiesni. És akkor hogy jövök le? Majd kiakasztom? Nem kell kiakasztani. Nem jövök le, meg majd csak Münchenbe. Igen, és ide fel, aztán... Én félek. Hát... Tériszonyos vagy gyerekkorom óta. Ne féljél, jó lesz az. Jó van. De amúgy fent egy nagyon picit nagyobb a hely. Hát így nem tudom mennyire adja vissza, nincs de itt ez a hely, ez a döntés rész itt nincs, ott lent meg van. Csak felkök és kifejem a vonatot felül. Ha már a Ford GT-nek a tetén nem kell megvágni, majd a vonaton csinálsz egy lyukat. Na jó. Na jó, fizetek neki 5000-et. Csak aludjon fel. Na jó, hát az a lényeg, hogy nagyon meg voltunk zuhanva, most talán egy picit már jobb. Egy picit jobb már a kedv, meg minden, de muszáj aludjunk egyet, és utána majd találkozunk. 54 az enyém. 56. 55-56-ok vagyunk. Az 55-56 a két felső. Na ***ját. Tényleg. Mi ez szerinted? A Halál Express. Az előbb még az ablak se nyílt le. Mondtam neki, kész innen, nincs kiút. Vége. Patrik, én nem tudok felmenni. Esküszöm, anyámra esküszöm. Nem tudok felmenni. Nem is merek felmenni. Engi oda, ha próbáljon meg. Már... Hova teszik ezt a gedvás bőröndöt? Hova gondolták? Kinagyom a folyóson, ott nem. Nem tudom, becsúsztatod ide, az ágy alá. Ninja Warrior. Én már kiesni kell. Nem, ott is egy ágy. Döntő. Az nem ágy, nem oda lehet pakolni. Én nem érdekel. Nem bírok. Ezt nem akarom. Mi kérdez semmit? Semmit. Tápláló reggeli. Vágjátok, ezt kaptunk. Ennyi. Azt mondja, Tomi, ettől nem tud egész nap majd dolgozni. Hülye vagy? Visznek minket vissza a táborba. Na most akkor felöltözünk, majd összepakolunk, leszállunk, és majd mesélek. Meg a két új haverunk, akinek elcsök fel. Igen, alul meg két tízér is csalszik. Mellesleg tényleg rizsesek, de nincs bajunk a rizsesekkel, csak... Meg jó fejek tudnak angolul is, csak hát na. Velük alszunk azért, ez úgy morbid kicsit. Meg hogy ők vannak lent és mi fent. Na, figyelj! Ott megfordul. Ott látom, hogy ott a lent. Csak nem tudom a technikát, hogy hogy mászhat át innen oda. Megfogod és oda mászol. De... Hogy az innen mi a... Nem tudom. Ugorj le egyszerűbb. Jó, na reggel 6 óra van, Münchenben vagyunk, és most kell átszálljunk, még megyünk Augsburgba. Tehát, ha nem lett volna elég a 8 óra vonatozás, még megyünk körülbelül egy 3-4 órát, és Augsburgba már nagyon jó dolgunk lesz, ott már nem kell többet vonatozzunk. Én ahhoz képest kialudtam magam, nekem ennyi bajom volt. Tomi azért annyira nem. Meg tudtunk sikeresen reggelizni. Hát, szöndészt kaptunk, én azt nagyon szerettem, kiskoromban csak olyanokat ettem. Én mondjuk mostanában annyira nem, mert tele van szénhidráttal, de jól esett a lelkemnek, mert égettem. Úgyhogy most ennyi, most megyünk, megkeressük a másik vonatot. Mellesleg a Tomi hát nem nagyon ismeri, meg nem is szereti a Németországot, és ő nem volt arra felkészülve, hogy Németországban már nincs 40 fok. Szóval lelengette a gyerek strandszerkóba. Tajvanba jöttünk valami. Körülbelül picivel több mint 24 órája még a 40 fokba Tajvanba
vittük a csomagunkat, ez azért így bele gondolva durva. Gyere már legalább edzel! Gyere edzel! Gyere már úgyse edzettél régóta! Na, gyere! De nem ez az edzés, hogy lesz, de. Aki vállal! Gyere már úgy! Na! Igen, jó lesz! Mindenki rajtad röhög! Még a család is röhögött ma! Vagy ott ülnek! Azért nem jó itt így! Mert? Esélyt adtanak, hogy bejön egy robbantós kislány! Félsz, hogy felrobbantanak? Igen. Na hát ez nektek lehet gyorsnak tűn, de, de még nekünk is. Hozzad, gyere. Hozzad. Gyere legalább edzel. Gyere, haladj, mert mindjárt tovább megy a vonat. De ez edzés. Ugye most megérkeztünk a burba. Állj meg, nyílj meg ki. Menjünk. Gyere. Igen, én viszik a csomagomat, vágjátok, a vasútállomáson ilyen cuccok vannak. Elég elmaradott egy országja, szerintem is. Nem tudom, mennyire van megemlékeztek, hogy Tajvanban hogy voltak a taxi órák, meg minden behaigálva, minden. Nézd ezt, annyi, hogy a tükörben van a számláló. Meg van oldva. Igen, nagyon szeretem Németországot. Még egy álmom teljesült, most már elmondhatom, hogy Alpinába is ültem. Pff, ez azért nem rossz. Aki nem tudja, és akit érdekel, az a BMW-nek egy ilyen tuning cége. Át szokott alakítani autókat, nagyjából BMW-ket, sőt, BMW-ket is. Elég jó. Ott a miénk! Ismerős mindenkinek? Jaja, nekem is! Összem a kis reggelim, és nézzétek, hol vagyunk. Kemény, mi? Ja. A mennyország úgy szerintem. Így ennyivel jellemezném. Nem a BMW-k miatt, hanem így az autók miatt.
Na szóval, mondom gyorsan, mi van, kerestünk benzinkutat, és annyira kerestük, hogy egyszerűen már nem találtunk sehol, és épp, hogy nem fogyott ki az üzemanyagunk, kb. Egy liter, ha volt benne, pont találtunk, 2,2 kilométerre volt egy, úgyhogy az megoldva, nagyon koszos az autó, le kell mossuk, és Tominak ennie kell, és aztán reméljük nem lesz ilyen ingerült. És most megyünk tovább. Meddig megyünk? Most hova megyünk? Pozdánba megyünk, az körülbelül innen még 550 kilométer, úgyhogy nagyon jó móka lesz. Az olyan körülbelül reméljük, hogy 5 óra alatt meg lesz. Na várjál, beülök inkább, ne adjon itt. Finom! Nem. Jaj, a német zenék mennek, akkor azt ne kapcsoljuk, azt nem szereti a Tamás. Nagyjából az út egy harmadánál járunk, Potsdam fele. Annyira szép, nagyon szép. Most komoly kukázol? Ember, a kukabúvár. Ember, az mi? Tök jó. Na, szóval, hogy egy óra alatt 100, mennyit haladtunk? 160 kilométert körülbelül? Kb. Annyit. Korlátlanok a nagyjából szinte mindenhol az autópályák, főleg erre észak fel, amerre megyünk. A másik pedig az, hogy sehol nincs dugó. Tehát elindulsz Magyarországon bárhol, ott mindenhol dugó van. Itt nincs. Itt nincs az, és egy ilyen király autóval, mint ez, nagyon jól lehet haladni. Ja, meg feltéve tudsz vezetni, mert az jó ember ezt tud éppen vezetni, ez azért nagyon előny. Most gyors tornázunk, és aztán megyünk tovább. Kész, mehetünk. Ciao. Ciao. Nagyon kapja rá. Ős. Na ez srácok, közben most eszembe, mert most beszélünk róla, hogy a reggeli, miért voltunk kiakadva rajta, vagyis én miért rögtem Tomi, hogy ő ki van akadva. Tehát már este, amikor felszálltunk a vonatra, kérdezte ott a jegyellenőr, meg az étkeztető, a mindenes, kérdezte, hogy mivel kérjük a reggelit, vagy narancslével, vagy almalével. Hát, mondtam, almalé, narancslé, oké, és reggel kopog, hozza a reggelit, és várjuk. Egy kicsi 0-2-es dobozos kis üdítő, meg egy 7 days kiflit hozott, ami túl van szénhidrátozva, minden felfújt képi szar, és hát jó, hát oké, nem vár az ember egy 5 fogásos kaját, de így ez vicces, ez amúgy vicces volt. Én nagyon rögtem rajta, mert Tomi kiakadt ezen nagyon. Jó, hát nyilván nem laksz jól, de... Amúgy hát tényleg mondta, hogy legalább egy kis csirke lenne benne, vagy valami. Kis szendvicskét, de semmit. Sikerült meginnod az egész frissen facsart narancslevet egy pillanat alatt. Na jó. Itten vagyunk. Megjöttünk. Jaj, de szép. Nézd oda, a piros az sokkal szebb. Az sokkal jobb, mint a tiéd. Jó.
srácok, megérkeztünk Pozdánba, ezt a délutánt ezt itt töltöttük el, és hát meglepően fogadom, mert az a helyzet, hogy nagyon-nagyon-nagyon nem szeretik a vendégeket. Észak-Kelet-Németországban vagyunk, mentünk vacsorázni egy ilyen elég jó, mondjuk vacsora, mentünk kajálni, nem vacsora, vacsorázni. Amúgy ez nem vicces, képzeljétek el, hogy én tényleg rögtem Tomin, mikor azt mondta, hogy mindenhol melegnek fognak nézni minket, de tényleg komolyan. Tehát most jöttünk ide az apartmanba, és így néztek ránk, hogy csak egy éjszakára maradunk. Igen, mert van egy kis dolgunk még, meg stb. És azt emlünk, és akkor így néz ránk, hogy élvezzétek akkor, nyilván angolul mondtad, hogy élvezzétek akkor, és így, aha, oké. Mindegy. Na, és voltunk ajánlni egy tök neves helyen, természetesen senki nem tudott se angolul, se nem volt étlap angolul semmi, úgyhogy ott is elég körülményes volt megétkezni. Mellesleg az ennivaló végre jó volt, egy másfél hetek körülbelül ettünk egy nagyon jót főtételbe, úgyhogy mind a ketten ilyen téren nagyon-nagyon vágyunk haza. Természetesen nekem nagyon hiányzik Özsenke is, de hát nem sokára megyünk, úgyhogy végre találtunk egy apartmant is, mert mellesleg az összes szoba ki lett adva itt a környező helyen, ami létezik, de találtunk egy tök jó apartmant, legalábbis Tomi találta. Külön szobákkal, lakrésszel, úgyhogy ez így nagyon jó, ez nagyon kellett. Végre tudtunk fürdeni, ami nekem, hát nem tudom hány, 10-20 órája nem volt, 30-40 órája, úgyhogy nekem ez nagyon megváltás volt. Most alszunk egy jót, és akkor találkozunk nagyjából 12 óra múlva. Jó éjszakát! Na hát szép jó reggelt mindenkinek! Sikerült egy nagyon jót aludnunk, amiért most minden pénzt megadtunk volna. Legalábbis én egy nagyon jót aludtam, meg fürdeni, meg mindent tudtunk, úgyhogy nagyon jó a helyzet. Keltünk már korán, most épp tankolunk, és bemegyünk venni valami ennivalót, mert én már nagyon-nagyon éhes vagyok. És utána megyünk tovább, folytatódik az utunk. Mosolyog, legyen jó kedved! Hiszen nyaralunk! Nézzem, menjen a időjárásom! Vágjátok, nem volt rá felkészülve, 14 fok van, 14, kérlek szépen szeptember 13-án. Tehát az itt az kemény. Nem szereti a németeket. Ezeket itt a fitalra. Ezeket a itteni németeket nem szereti. Na és akkor most már hivatalos a dolog, elmondhatom nektek is. A Hellcat sajnos marad, de jön egy új, az pedig a Raptor. Fogod majd tudni vezetni? Júj, az első indításod! Pusson már! Hát már rossz. Új autó és nem égnek a lámpái. Jó, amúgy elárulom nektek azért, mert hát az amerikai modell, ez kimondottan amerikai, ilyet nem kaptok itthon, és itt kéne égjen neki, de ezt kikötötték, és itt ezt beletették. Meg itt is égnie kéne csomónak. Majd vissza lesz kötve, meg lesz csinálva szépre. Hello! Taxi! Gyulára tessék! Van hely hátul? Hát, úgy nagyjából három Özsenke belefér. Négy etió kisgyereket. Vagy inkább Özsenke tud itt focizni. Ő hogy fogja élni? Mennyire már fog elhúztam. Neki tetszeni? Húzd már el, nézzük. Nem, már meg. Léci, húzd már el! Nem, mert szétmegy a húzója. Szétmegy a húzója, hát. Ember! Még? Nem jön tovább? Szar amerikai, de eljön az tovább. De mennyire kemény! Full panoráma tető, király. Én inkább itt ülök középen majd. Mit szólsz hozzá? Úgy nem annyira kényelmes. Itt nincs megcsinálva a háttámláj normálisan, ami érthető, mert itt a karfa. De... ember, mekkora karfa? Ott a polvátartó húz ki. Tök jó. Teljesen király. Nézzétek, hogy nyílik. Jaj, de okosak ezek az amerikaiak. Ember mekkora. Ez tök jó.
De nekem van ilyen töltőm most az iPhone-hoz, én tudom tölteni. Habár a tiéd jobban merül, mint az én iPhone-om, de mindegy. Azért mert ti az fekete-fehér azzal szakál végig, hogy az én iPhone-om az egy régi ókori iPhone, és fekete-fehér kijelzős, meg a Snake játék van rajta, mint a Nokia 3310-eseken, ami nem igaz, mert az egyik legjobb iPhone-om van, aminek tényleg nagyon jó, még mindig az aksia, még mindene jó, szóval nem fogom lecserélni egy hamar. De most nem értem, most hogy jött ez képbe? Most ez senkit nem érdekel, hagyjuk már! Ezt kinyitod? Mekkora? Halljátok, özsenke ide belefér, pedig özsenke nem kis darab. Ez egy fél literes cucc, és csupán ekkora, meg így ekkora. Egy bukós is csak lazán belefér. Én ülök benne másodiknak. Jaj, de jó nekem. És nyomkodom a féket. Mint egy óvodás. Pókica az ajándék hozzá. Csak azért, hogy szerencsés utad legyen vele. Ez nagyon jó érzés volt. Köszönöm. Köszi, Tomi. Köszi. Ez nagyon kemény, rohadt jól néz ki. Én nem vagyok amerikai párti, én csak a németeket szeretem, de ez nagyon kemény, ez nagyon szép autó. Főleg ebben a színben nagyon király. Eddig még nem tetszett a szín. Eddig még a kéket távoltad. Hát a kék az mindig is szép lesz. Itt mögöttem, ami van kék. Látjátok? Jó, de az nem jár is. Menj már arrébb. A kék az szép. A kék az nagyon szép, igen. Kéket persze, hogy sztárolom, de ez, ahogy kinéz, meg hogy neked kell, úgy jó. Te nem vagy kék párti. Cigin benne van, meg az innivalója. Magával ragadta a kocsi. A kocsi benyelte a cigijét, meg az innivalóját, nézzétek? Az a legszebb itt, nekem azt tetszik a legjobban, de ez fólia, és az a baj, hogy szerintem körülbelül egy velem egy tudományú srác fóliáztat. A srácnak így annyi fogalma van az autófóliázásról szerintem, mint nekem, mert így nagyon sok helyen látszik, hogy bele van csak gyömöszölve, itt is ott egy picit valahol vált fel, nézegettem az előbb meg. Tehát sok helyen, itt például nincs is ráhajtogatva normálisan, itt direkt, persze hát rá lehet fogni arra, hogy direkt ez a design, de ez például itt szerintem nem design, tehát na, nagyjából megnyugtat a dolog, mert én is tudni fogok így autót fóliázni bármikor. Rákos vagyok már. Jó, hát hozzám képest persze, hogy sokat cigizel, de mert minden, én nem mindig, cigizek. Amikor én benne vagyok, cigizek. vagy elől vagy méterekkel. De amikor kéne, akkor nem videózol soha. Mert mikor kéne? Szerintem mindent felvettem kb. Amit eddig fel amikor kellett. Vicces vagyok, nem videózol. De te vicces vagy mindig. Hát én rajtad mindig sírok. Ő már full mexikói. A macho. A mexikói macho gyerek, megyünk szalmakalapot keresni neki. Como esta española. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mar.
vett egy raptort, vágjátok, és mexikói lett a gyerek. A hátadat nyomja a kartámasz, de amúgy teljesen jó. Máriónak még oldalt sem lenne jó. Most per pillanat, gyógyulj meg, Márió! Gyógyulj meg, Márió. Igaz, gumó van a válladon, mert nem mentél el megműtetni. Innentől ezzel soha többet nem emelsz, de... De gyógyulj meg! De minden rendben lesz. Hello, Mustang! Hello, Hellcat! Hello, Tommy! És hello, új raptor! Ember, a Hellcatben megszoktam, így tartom, ebbe így kell, hogy látszódjon ki valami. De furcsa. Hát elhiszem. De jó gyorsul. Hú-hú! 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 Ez jó. Srácok? A lidjelző sebességeket is számol fel 10-ig. Ez nem dízel. Ez egy benzines V6-os Raptor. Igen. Bármennyire hihetetlen. Szóval ez jó móka. Nagyon jó hangra, jó mindenre. Igen, nagyon sokat fog fogyasztani, igen, ezt mindenki tudja. De nem kellett dízel. Meg jobb is így. Így egyedibb. Így még egyedibb. Meg tök jól megy ahhoz képest. Meg úgy elcsapunk egy Skodát. Ami úgy néz ki, mint egy Volkswagen Up. Jó! Jó, nagyon jó. Ne vegyél most. Most izgalomban vagyok. Oké. Okay. Akkor meg később, Tali. De mondom, mi van, majd én beszélgetek veletek, mert ő még hatalmas izgalomban van, szóval megálltunk tankolni, mert szinte üres teljesen. Beülünk, ahova tegnap is kajálni, mert hát biztos most nem rizikózunk. Én legalábbis azt mondtam, lehet, hogy még másra fog gondolni, vagy más lesz, de én azt mondtam, hogy üljünk be ide, ráadásul itt van kb. 1 kilométerre a hely. Beülünk, csúnyán néznek, legalább ismerősnek számítunk ott, mert tegnap is voltunk már. Ott, mivel görög étterem, ezért nagyon jó a gyrosz, az biztos enni fogok egyet. Fél órája állunk itt. 110 liternél járunk. 160 eurót egy gyrosz. Na most koppant fel. 120-as tankolunk. Sajnos zárva van az étterem, úgyhogy megyünk tovább. Grünwaldba, ami közel 600 km hozzánk. Úgyhogy le lesz tesztelve az autó rendesen, és remélem, hogy útközben lesz valahol kajáda, mert a szemem kiesik. Tominak még nem, de majd lassan neki is. Pedig neki többet kéne egyen, mert kezd összeesni. Két hét nem erről szólt. Miért visz fel a patkára, ember? Kíváncsi volt a lengéscsillapító. Jó a lengéscsillapítója. Meg se éles, ha egyére sem megy. Németországba! Na hát első 120 km pipa, a hangcucc a legjobb benne. De, szerintem a hangcucc a legjobb benne. Nem, amúgy mellesleg minden tök jó benne, tök jól megy, átmentünk vele jó pár patkán. Nem nagyon érzi meg az ember benne, szóval nagyon király, és végre találtunk egy autópálya melletti kajádát, úgyhogy, és ráadásul étterem, nem Burger King, meg McDonald's, meg minden szar, mellesleg ott van háttérbe, és mindjárt elmegy. Ott van áttérve a Burger King, de nem kell már, nem kellenek ilyen gyors szarok. Nézzünk itt valami ennivót, és aztán megyünk tovább. Jobb, mint a McDonald's. Nem. Túl száraz. Tegyél rá majonészt. Tessék. Majonészt tegyél rá. Meg volt az ennivaló, és én nagyon jól laktam. Nekem meg... Van vaníliás fánkom, ami nagyon lényeg. Nagyon finom ez a vaníliás fánk, nem tudom, hanyadikat eszem már. Mármint nem innen, hanem az utunk során. Szép jó reggelt mindenkinek, van körülbelül 8 óra, ha
nem korábban, nagyon nem sokat aludtunk, de legalább épségbe ideértünk. Vegyünk le kaján, és aztán indulunk tovább, most Grünwaldban vagyunk, sikerült Tominak egy olyan hotel találni, ami nagyon elit helyen van, és nagyon jó árba, tehát olcsóban szálltunk meg, mint előző éjszaka, ami szerintem rohadt vicces, sokkal barátságosabbak az emberek, tehát bejöttünk full ofikál német ruhába, meg minden ilyen budgyos női pederbe, meg mit tudom én, miben volt a nő a recepción, és angolul megszólaltunk, mosolygott, ugyanúgy visszaválaszolt angolul, tehát itt nem utálnak délen, a déli részen. Itt nem ölnek meg. Itt nem ölnek meg, hogyha külföldi vagy. Észak-Németországban viszont igen, úgyhogy készüljetek rá, hogy oda ne úgy menjetek, hogy imádni fognak. Az nem a legjobb. Na és a nagy kérdés, hogy Tominak milyen is az új autója, mert ilyet még soha nem láttál, stb. Ez egy Ford Raptor. A Ford Raptor egy amerikai modell, és ennek van európai modellje, de az eltér ettől jóval. Ezt itt nem lehetne használni, de meg lehet úgy csinálva, hogy lehessen használni, meg még lesz rajta változtatva egy-két dolog. Vagy nem lesz, ki tudja, Domit ismerve, na mindegy. De nagyon jó lesz biztos, és eddig csak pozitívak a vélemények róla. Én nem vagyok Amerika párti az autók terén, de valahogy ez elég jó autó, ez nagyon jóra sikerült, főleg ezekkel a világításokkal, a hangcucc benne, a futómű, a kerekek, tehát el lett találva, úgy összhangban van. Szerintem legalábbis, hát most kinek mi a véleménye, nyilván én sem vagyok egy olyan nagy pick-up party, de ez jó, ez nagyon jó, ezzel tök jó így utazni, úgyhogy most menjünk le kajálni, és akkor folytatjuk tovább a videót. Ja, és Tomi már kopog is. Ha-ha-ha! Hello, Tomi! Na jó reggel! Szűzik a szendvicskén. Szegény szendvicskén. Hagyjad, menjünk le kaján inkább. Van reggel. Hoztam. Ja, kis úgy onnan, na sika. Amikor éhezni fogsz, nekem az ott lesz. Na sika, várj, hozom a cuccom, menjünk. Na, ez egy tipikus bajor hely. Tomi imádja a bajor helyeket. Nagyon finom tápláló lesz a reggeli. Kőkenyér. Jó itt vágyat. Itt hogy érezted magad? Jön ki, mint a sárkány jön ki az orrából. Hát sokkal jobbak. Itt már szeret az ember lenni. Hát a nő nem volt kedves. Melyik? Most a recepció. Dehogy nem. Megint cigizek, kösz. De itt sokkal jobb. Itt már azért én szerettem lenni. Itt nagyon jó volt. A pultos cserélyes az. Igen, mindenki normális volt. Hát most, hogy voltunk reggelizni, jöttek kérdezni egy csomó mindent. Kérünk ezt, azt, amazt, hallották, hogy nem beszélünk németül, jött angolul kérdezni. Ez nem Észak-Németország. Itt már azért nyugodtabban van az ember. De jó. Jó kis autó, és ezt az illatot semmi nem adja vissza. Jó kis bedohányzás. Hát az nagyon jó lenne, az kéne most. Azt egy nap alatt elvenni. Mint a képes lap. Szép a Raptor, de az ott egy C63 AMG. Persze, Tomi szerint egy nagy szar, de szerintem annyira nem azért. Ne is mondj semmit, jobban járunk. Amúgy, mi a retkes szarnak kell belerakni ezt a zászlót? Lenyeled és megpulladsz. A harmadik kizászlócskát szedik ki a szendvicskéjéből. Amúgy biztos jobban néz ki tőle a szendvics, csak egy funkciója nincs. Hát de nem csúszik szét tőle a szendvics. Á, értem. Meg beláll a szájpadlásodba. Na, és rászúrja a fejemet. Kijön a haján. Na, a lényeg, hogy el van intézve minden. Természetesen itt németben meg vannak sürgetve a dolgok, főleg így, hogy ismerős intézte, szóval már úton is vagyunk hazafele, van még 880 kilométerünk, és remélhetőleg, hogy este 10-re már otthon vagyunk, kb. Ha minden jól megy, de majd látjuk. És Tominak volt egy nagyon jó ötlete, keresem, mutatom. Nézzétek, mit viszünk Dominak. Imádni fogja.
Nagyon fog neki tetszeni biztos, ezt majd Tomi holnap fogja neki odaadni. Természetesen ezt is fel fogjuk venni. Mondjuk ha fent lesz, igen, akkor feljössz, azt odaadod neki, de te kell odaadjad, mert a te ötleted volt. Én mást hoztam neki, annak is biztos örülni fog, de ez nagyon jó ötlet volt. Szóval akkor most megyünk haza, remélhetőleg, ha nem áll Tomi szájpadlásába egyik kis zászlócska sem. És meg tudja enni a szendvicskéjét. Új, itt egy AMG. Jó, tudom, hogy szar, persze, meg mint szar. Bezzeg a Raptor, az amerikai csoda. Hát tényleg jó igazából. Megérkeztünk Magyarországra. Megérkeztünk Magyarországra. Itt vagyunk. Én kicsit éhes vagyok amúgy. Más nem tudok elmondani, mert nem történik semmi. De. Meséld el a bécsi kalandunkat. Milyen bécsi kaland? Hát az, hogy ki akartunk térni a dugó elől, és még nagyobb dugóba kerültünk. Aztán vissza a dugóba. Aztán vissza a dugóba. A fele akkora dugóba, mint a dupla dugó, ami volt bent a városba. A laptopod lerepült. A laptopom lerepült, szóval, hogyha nem lesz most videó egy darabig, akkor azért, mert Tomi besatufékezett, és telibe tört ja, a laptop. Amúgy azt kellett majd tovább menni, csak nem? Igen, és akkor nem repül le a laptop. A kocsit szét még vagy három kocsit. Nem lett volna baja a kocsinak, meg azzal nem lehet videót vágni a kocsiddal. Géja rendszám, a videó az már lett. Ja, csak hat, az itt nem. Rá vagy kattanva erre. Megfertőztek a külföldiek. Jó, hát nem tudom, de semennyire nem látszok. Na, az a lényeg, hogy itt vagyunk Gyulán, megérkeztünk. Természetesen még megy cigiért, mert elfogyott a cigije, de ő nem szokott mindig cigizni. Anyáiknak már szóltam, jönnek lefele, mindjárt megyünk, meglepjük, és nagyon kíváncsi vagyok Domira, hogy mit fog reagálni a rendszámra, mert igazából szerintem Tominak a két hét alatt ez volt a legjobb ötlete, ami létezik, hogy lepjük meg a kicsit egy ilyennel, mert beszéltünk már egyszer róla, hogy ő szeretne egy ilyet, de sose jutottunk oda, úgyhogy na, majd meglátjuk, hogy mit reagál rá, de szerintem nagyon örülni fog neki. Na cső! Na halló! Örülünk, hogy hazaértetek! Egy szia, csókolom! Jaj, de sötétek vagytok, ez semmi nem látszik. Bácsi! Na, milyen a kocsi? Jó, na, milyen? Ó, az nem érdekli. Vigyázz! Na, mondjad, mi az? Ez az autó, ez olyan igazi Tomis. Ez olyan nagyon Tomis. Mi volt a legszorabb? Ez a hazaút már, tehát ami... Megint cigizek, tudom. Megint cigizik, meg amikor beszél, most ennyi fog hallani, píp, 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 píp. Tajvantól kezdve, ahogy jöttünk a repülővonattól kezdve, agytrösz. Úrra, nekem megy bukva. A vonaton, azt mesélted a vonatot, amikor egy halas kabinban egy kis... Nem tudja, majd a videóban látja meg, majd elmesélem. Annyira nem mondtam. Majd meglátja. Igazából az egészet én végig sírtam a röhögéstől. Két korai gyerek voltunk egy szobába. Úgyhogy elvileg Patrik nem horkolt, de rohadtul horkolt. Tehát minden négyen horkolt. Igen, már... bealudtam annyira. Gondoltad, mennyire álmos voltam. Csak annyit akartam, hogy vízszintesen aludjak valahol. Sikerült, úgyhogy aludtam. Na, Tomi! Ez az út már nem kellett volna, meg ez a macera németbe. Nem, ez már nem. Tomi, te jössz. Hogy megnőttél? Jaj, de aranyos vagy. Hát majdnem akkora vagyok, mint te. Na, nézzük. Én jobban. Nézzük. Nem. Üzsenke a kamionos! Azt hiszem, ez ofikál. Oficiál. Tominak a két hét alatt a legjobb ötlete, ami létezik. Képzeld el, ma bent, ahol csinálták a rendszámokat, hogy Dominak csinál egy rendszámot, és mondtam is neki, hogy úgy csinál meg, ahogy akarja. Így akarta megcsinálni sárga színnel, Domi és egy kamion. És nem volt embléma, képzeld el semmit, csak annyi. Kérdeztük, hogy valami kamion, valami mondja, nincs. Azt mondja, csak LKV. És nézzük, hogy mi a szar az az LKV, azt mutatja, hogy ez az LKV. Hát ember, hát ez kell nekünk. Úgyhogy tökéletes. Jaj, de jó. Köszönöm szép uszi. Hallod, én tényleg azt hittem, hogy csak hülyeskedj, mikor azt mondja, hogy mindenki b***nak néz, tényleg mindenki b***nak nézett. Így ízé kérdezték ott, ahol néztük a Raptort, hogy és csak egy éjszakára maradunk? Mondjuk igen. És így ránk nézett mosolygott, hogy enjoy. És így mondom, rohadj meg. A stewardess komma sem beszélt velünk, és képet csinált róla. Igen. Megvan a kép, majd megmutatom. Hazahoztam, kaptunk. Albumba kaptunk. De ráírták a szívet. Tudod miért? Mert amikor elindultatok, ezt mondtad. Igen, és bevonzottad. A te hibád. A te hibád. Megpróbáltam mindenkinek elmagyarázni azt, hogy nem vagyunk. Mi a nádi. Hallod, akárkivel találkoztunk, mindenkinek mondta, hogy ha meg én találkoztam vele hamarabb valakivel, akkor mondtad nekik, hogy nem vagyunk.
És szegény ezzel volt megáldva végig. Milyen? A többit fenn megkapod, azt majd. Jó, hát... Akkor jó. Direkt sárgát csináltattam, mert a sárga mindig színű. Adjál neki két puszit. Nem most nem veszem. Nem, nem. Mert aztán... Ó, oh, de jó itthon. Nagyon jó. Igazából vegyes érzelmek, mert én imádtam. Már hiányoztál, igen. Hát mindenki téged hiányolt a csatornáról, végre itt van. Nekem is hiányzott. Főleg is hiányzott. Megmondom nektek őszintén, nem hiányzott Magyarország, nem hiányzott Gyula, nem hiányzott a lakás, semmi nem hiányzott. Hiányzott a családom, hiányzott Özsenke. Igen, ő hiányzott, igen. Ezen kívül minden tökéletes volt. Nagyon jó, vegyes érzelmek, mert én imádtam, nagyon jó volt. Szerintem életem egyik legjobb másfél hete volt. Én nagyon örültem, én nagyon szerettem. Persze jó, hogy hazajöttem, mert nagyon hiányoztam. Na, nem már tényleg valaki nézés még nem ismert téged, azt hiszi, hogy tényleg valami bajod van. Nem, ismám, ismám mindenki. Jó, oké, nagyon késő van, épségben hazaértünk. Lesz majd videó a kocsiról, és szeretnék köszönetet mondani a családomnak, hogy mindenben támogat. Szeretném megköszönni Tominak, hogy ezt az egészet átélhettem. És szeretném megköszönni Tomi családjának, hogy ők is támogattak minket ebbe az egészbe, mert nélkülük nem lettünk volna ott, ahol. Szóval tényleg köszönöm szépen, mert nekem hatalmas élmény volt. Tehát nekem mondom, életem egyik legjobb másfél hete volt. Az biztos, az garantálom, és remélem, hogy visszajön egy nagyon picit ezekből a videókból, amiket én összeállítottam, mert folyamatosan a kamera a kezemben volt, és nagyon sokat agyaltam azon, hogy mikor, hogy töltsem az aksit, stb. Nem, mindig átolod. Igen, mindig átolom, mert nem látszok. Na jó, mindegy. Oké, most megyünk aludni, holnap kezdem vágni a videókat, a többit jön most már Özsenkével is a videó. Szibutu! És hát akkor sokkolom! Csókolom, szép autó. Nagyon szép autó. Szibutu.